Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Sziasztok. Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hétfő van már, december még hozzá, lassan már a Mikulás is jön, ez még ugyancsak másodika. De ezen a héten pénteken érkezik. Megint beültözöm. Még beveszi a gyerek? Még nem tudom, van rá esély. Jönnek át hozzánk egyen-ketten, úgy néz ki, úgy lehet, hogy egy ilyen kollektív Mikulásos padás. Istenem, emlékszem a tavalyira, azt a gyötrődést, azt a gondolat, hogy öltözzek, ne át, ha lebukom, mi lesz velem? Adásba próbáltuk le? Igen. Gyönyörű volt. Adásban itt próbáltuk le. Nem volt könnyű feladatod, mert egy évvel korábban ugye a Tibi volt az, aki meglátogatott benneteket, és ő irgalmatlan profin tolt el a dolgot, úgyhogy feltette neked nagyon magasra a lécet, de sikerült meglépned, többé-kevésbé. Bármi nem voltunk ott, ugye. Most egyébként szerintem azt kellene vele eljátszani, hogy az elején ugyanúgy tűnjél el, de ne te legyél. És akkor mi nem is vagyok otthon, mert azt hiszi, nem, majd később előkerülsz nyilván, de a Benny megint azt fogja hinni, hogy na apa az. De nem, tavaly se hitte. Nem buktam le. Nem bukott le. Mentem, letoltam a Mikulást. De utána már nem derült ki, hogy nem utána se. Én már mentem, letoltam a Mikulást, azt mondom, mennek elmek az Interspárba. Igen. Na már kezd egy gyanús lenni a dolog. Nem, vásárolni. És mondtam neki, hogy ha jön a Mikulás közben, akkor mondd meg neki, hogy várjon meg. Elmentem kocsiba, átöltöztem, visszamentem, és megjött a Mikulás. És megkérdeztem, mert hogy hol van apukád, és mondta, hogy elment vásárolni, de hogy várd meg, mert mindjárt jön. Aha. És így történt meg. Ben voltam egy fél órát, a szakállam leesett az ajtóba, tudod, fogtam félkézzel. Letoltam, és elmentem. Kocsiba visszaöltöztem, és megjöttem. És a Benit csodálkozott, itt volt, nem láttad, már elment. És nagyon sajnáltad, hogy nem találkoztál nagyon vele? Nagyon ki voltam én is. Nagyon mondtam, hogy hülye Mikulás, hogy miért nem várt meg. Hát hogy lehet ilyen? Úgyhogy bennem most ez még így. Hát akkor ez megint egy zicser lesz idén, ez tök jó. Igen, lesz, most még tudunk erről beszélni, aztán már hét után nem mert. Ja, így van, mert akkor már kellnek a gyerekek. Igen, most még szerintem azért alszanak, tehát most még azért hát nem, a Mikulás kulisszatitkait most még meg tudjuk beszélni. Akik már most fenn vannak gyerekek, azoknak elmondjuk, hogy hozzátok az igazi Mikulás jön. Igen. Csak Balázs miatt nem tud menni a Benihez, mert Beni megérdemelte volna, de a Balázs miatt nem. De van ennek a dolognak egy másik olvasata is, még pedig az, hogy most kiderült, hogy a Mikulás az olajában Balázs. Tehát minden gyerek Balázst fogja várni majd. Hogy tudom, hogy te vagy a Balázs. De hogy vagyok én. Most mindenki azt hiszi. Igen. Úgyhogy idén is. Úgyhogy sok helyre kell elmenned. Sok, igen. Szó volt arról, hogy ilyen baráti társaságban is átmegyek, csak mindenki annyira elfoglalt. Hát jöjjenek át hozzád, és akkor de még mivel elfoglalt? Oda jön meg a Miki. Hát nem tudtuk megbeszélni, mindenki szanaszét van, nem tudtuk egyeztetni, most legyek, vagy ne legyek, de egyébként azt kéne, hogy mindenki átjön. Persze, és akkor nagy buli van, játszódnak a gyerekek, akkor észre se fogják venni, hogy te eltűnsz, és egyszer csak megérkezik. Jó, és több gyerek, több veszélyforrás, csak figyelmeztetlek, tehát ha azt is átviszed, hogy mondjuk 5 gyerek előtt, vagy igazi Mikulás, akkor szerintem jól lopuk ki a kedvére, vagy a keblére ölel, vagy hova, és te lehetsz a pótnik ilyen. Igen. Na mindegy, úgyhogy ez van, hát közeleg péntek, vagy csütörtök, hogy mikor? Tényleg, hogy jön? 6 reggel, vagy 5 este? 6 reggel? 6 reggel, így van. 6 reggel, szerintem nálunk 6 este. Aha. Majd. Hát péntek este. Péntek este, igen. Tegyétek ki a jó kis filc csizmákat, mert lehet már ilyeneket is kapni, azokat rá lehet szépen akasztani a kilincsekre, vagy ha valakinek olyan nincsen, akkor rakja ki a cipőjét, a csizmáját tisztítsa ki, meg lehet kapni egyébként már ilyen cipő dezodorokat is, tehát fel is készülhettek arra, hogy ne vegy át a szagát. Milyen fura, pedig az van rá, hogy 70%-os kakaóban tartalom. Jó, milyen spintje volt. Úgyhogy ez lesz, igen, pénteken. Mi újság, milyen volt a hétvége? Hát neked, Jani, nagyjából tudom. Igen, hát a vasárnap az jó volt, illetve az is jó volt. Akkor el tudtunk menni egy picit Gödöllőre, van ott egy nagyon kellemes kis kávézó étterem, ahova így el szoktunk ugrani, hogyha nagyon kevés időnk van, de szeretnénk egy kis időt együtt tölteni. És akkor ott meg kajicsiztunk, meg sütiztünk, aztán kb. Ennyi. Gödöllőre. Aha, Gödöllő.
De Gödöllő. Az M0-áson végig borítunk. Kerületetekben nincs étterem? De van. Azt is csak szeretitek, ott már sokszor, sokszor voltunk, meg Gödöllőn még van egy-két egyéb olyan látványosság is. Jó, például egy gyönyörű Gödöllői kastély. Nagyon. Tényleg? Teljesen jól megcsinálták. Szépen is néz ki belülről, megmondom, a kastély az mindig egy tök jó apropó arra, hogy az ember, hogyha arra jár, akkor egy picit így ejtőzzen meg. Körbe lehet sétálni a parkban, meg lehet nézni a régi Horthy bunkert, hogy nekem is apának is legyen valami, meg maga a kastély is gyönyörű szép. Egy jó Horthy bunker, nem? Hát, gyereket keresgéled egy órán keresztül. Nagyot tudnék ilyen ott bujocskázni. Nekem az jutott eszembe Gödöllőről, hogy mondjuk 20 éve mentem a 3-ason utoljára, a sima 3-ason, nem M3-ason Gödöllő felé, és akkor beérsz a városba, ott a kastély ilyen rettenetesen lepukkant részbe értél bele. Azóta már nyilván megcsinálták, felújították és szép lett. Hát a soros EU elnökség idején, igen, ugye rengeteget költöttek rá, igen, aha, és ez látszik is rajta. Gyönyörű szépen meg van csinálva az egész. Az egyik szárny nincsen még felújítva. Azt hiszem, hogy az a régi ilyen fürdő rész, de az összes többi az, aha, igen, és hát fantasztikusan néz ki belőről, érdemes, és érdemes úgy készülni, hogy mondjuk egyen így a pipijen kakáljon előtt az ember, mert hogy igen, viszonylag hosszú tárlat vezetéssel jár együtt a dolog, de nagyon szép egyébként. Aha. Persze, nagyon szép, és hát maga a park is. Pont ezen gondolkoztam, szombaton mentünk haza Máriához, az én anyámhoz, hogy egy csomó olyan hely van az országban, ahol például mondjuk olyan úton jársz, amit többször meg szoktál tenni, hogy ki van írva valami, hogy mit egy látványosság, igen, egy park. Hány ilyen van, amit nem néztél az meg, összeset. Soha. Ugye? Az egyiket se inkább, igen, hogy mentem haza, és ilyen rejtek úton szoktunk hátul menni, és oda ki volt írva, hogy nem is tudom milyen emlékhely, már nem emlékszem rá pontosan, aztán van egy ilyen nemzeti parkos valami, és azon gondolkodtam, hogy most mi, 3 óra az út, mert ugye nem száguldozunk, normálisan megyünk, akkor 3 óra alatt vagy úgy kígyósan, ha tényleg nyugodtan mész, hogy mibe kerülne megállni egy-egy ilyennél, csak egyszer. Sokba? Időben. De miért? De ha mész valahova, azért mész, mert oda célod van. Nem állsz meg. De most 3 órán például anyám még elmenni, 1,5 óráig mész, megállsz, sétálsz egy órácskát, megnézel egy gyönyörű helyet. Ez olyan szép. Mér. Na ez nincs. Soha életem. Soha ez nincs. De azért mész, mert hosszú az út, már túl lennél rajta, már jönnöd kell visszaállni. Ha azért mész, hogy ott megálljál, akkor azért mész oda, mert ott meg akarsz állni. De életed nagy. Ki van írva, hogy 200 méter malom. Igen, hogy megnézni egy jó életen malmot. Igen, jó szélmalom, vízi malom, és tovább menni. Hány ilyen helyet hagyunk ki az életünkbe? Sokat. Millió van. Ugye? Millió van. Úgyhogy én egy részét azért igyekszem betározni. Jó, de most érted, ha valahova kirándulni megyek, akkor biztos én is megnézem, hogy hova menjek be. De így, hogy melyek anyámhoz, hát most minek álljak meg Marishoz. Nem, ugye oda akarsz érni, 3 óra az út, célod van, bent ülnek hátul a gyerekek, kipakol, mepakol. Szóval én megértem. Aha. Mi nagyon sokat megyünk Nyugat-Magyarország környékén, azt nagyon szeretjük az ottani részeget, de hogy addig soha nem állok meg én sem. Ottani részeget? Az ottani részeget. Van egy csomó részeg ott, azokat nagyon sokkal jobb fejek, mint a kelet-magyarországi részegek. Nyugat-Magyarország. Kikérem magamnak a kelet-magyarország. Sokkal jobban tudnak berúgni. Na mindegy. Gyerekek, hallok erről a polvókerről, de hogy ez nekem nincs meg ez a srác. Ó, igen. Tudom, hogy ki ő, megnéztem az interneten, de hogy ő mibe játszott, vagy ő sztár volt, vagy... Hát, ez egy sorozat. Én nem néztem ezt a halálos iramat. Jó filmek voltak? Nem voltak rosszak. Igen? Nem voltak. Egy darabot nem láttam. Egy kivételvel mindegyikben játszott. Tényleg? Igen. És hát bizonyos körökben azért egy nagyon-nagyon népszerű emberke volt, nagyon pozitív személyiség is ráadásul. Úgyhogy jól nyilván Vin Diesel mellett egy másodhegedűs volt, de ettől függetlenül azért meg ez volt a halálos iramban, ez ilyen autós üldözés. Igen. És látod, milyen a sors, ugye egy piros Porsche. Piros Porsche ráadásul valami jótékonysági dologra mentek, tehát hogy még csak az élet se túl igazságos, ha ilyen rövid összefüggésben nézünk. Talán egy ex-autóversenyző barátja vezette az autót, és hát egy picit gyorsabban mentek. Hát nem, mint ahogy kellett volna, hát abból az autóból gyakorlatilag semmi nem volt. Megint egy ember úgy ment el, hogy minden halál értelmetlen, de ez aztán pláne. És ráadásul egy jótékonysági rendezvényről, mert hogy őről a köztudott volt, hogy nagyon sok ilyet szervez, és nagyon sok ember van benne nagyon szívesen. Szóval egy alapvetően pozitív személyiség volt. Igen. Valakiből megint úgy lesz legenda, hogy fiatalon megy el, és értelmetlen. Igen, de nem baj, nem tudom. Tehát egy nagy a kategóriás filmben nem játszott, nem? Mikor megnéztem a képet, beugrott, de nem ciki nem tudni, mert hogy tegnap mindenki póvó kerezett, a barátom is, és álltam ott hülyén. Aha. Mondom, gyerekek, fogalmam csak ez a csávó. De aztán mutatták, és akkor meg megtudtam. Lesz havunk? Téren, mit lesz, ha nem, akkor hozunk neked, de valahogy csinálunk. Valami lesz?
valami lesz. Most pár napot látnak előre, a meteorológusok, pont Ákos elmondta, hogy csak a népi időjóslásban bízhatunk. Tehát na végre valaki bevallotta ezt? Hogy... Igen. Igen. Milyen idő lesz karácsonykor? Emberek, fingunk nincs. Fogalmunk nincs. De hát három hét, fingunk nincs, higgyék el. Sajnos már 7.2-es frissítés, még nem tudtuk letölteni a szoftverre, úgyhogy marad a béka. Nagyon szívesen megmondjuk, mi lesz ma. Nagyon szívesen megmondjuk, mi lesz holnap. 100%-ra mondjuk, mi volt tegnap. Egy pénteket belövünk, fingunk nincs, hogy mi lesz karácsonykor. És ezt ismerjük el, nem? Ez az őszinte. Hogy már azt is mondták, hogy a népi időjóslásban tessenek bízni, az beszokott jönni. Hogy a mitől Márton napi liba mellek a csontjából lehet jósolni, hogy fehér lesz a karácsony. Ezt mondták a meteorológusok. Az őszinte, nem? Sokkal őszintén. Ugye, hogy nézd meg, azt, ha az mondja, akkor biztos az lesz. De ezt nem tudják. Hagyjuk a vakítást, tényleg. De ők nem tudják. Hogy milyen tavaszunk lesz, meg a jövő nyár, meg ha a rába apad, akkor a jövő nyáron a száj lesz, meg ha az ipoly 6 centit emelkedik, akkor mit tudom én, kemény tavasz lesz, hagyjuk már. Lőjék be szerdáig, nem? Így van, mondják azt, amiben biztosak. Ha esik a hófehér, karácsonyunk lesz. A viszontlátásra. Ha nem, hát nem, akkor meg nem. Ha nem, nem. Igen. Mi más történt hétvégén? Nagyon semmi? Hát, most így jobban belegondolok. Semmi. Semmi, nem? Végegyött a világom. Nyugalom volt, csönd volt. Hogy állunk a játékkal? Most elég jól. Biztató, így az első körben. Lehet belőle bármi. 3-2-re el... Nem, 3-2-re átadtuk a nyerési lehetőséget a hallgatóknak. Igen. Tehát nem vesztettük el, csak átadtuk a nyerési lehetőséget. Előkarácsonyi Mikulás ajándékot kaptak ők. Értelmezzük így. Csúlyán kikaptunk. Most ha kint mínusz van, akkor itt bennem is lehet klímát kapcsolni? Nem. És itt most kint mínusz van? Kint nagyon mínusz van, de egyébként már ilyen 0-2 foknál a mi klímánk letilt, mert ez egy drágább dolog. Azt mondja, hogy nyisd ki az ablakot. Na most azért nem értem, mert egy olyan helyiségben vagyunk, aminek nem lehet ki az ablakát. Tehát, hogy lehetett volna nyilván olyan klímát venni, ami működik ilyenkor is. Tök jó, mert takarékos. És ha pluszba átfordulunk, akkor működik? Ha majd átfordulunk ilyen plusz 15-be, onnantól kezdve lehet, működik. Most ő úgy értelmez, hogy ilyen hidegben nem kell klíma egy helyiségbe, hanem nyissunk ablakot, és akkor ez átjön. Mm-hmm. Átjön ide, még egyszer rohadjon meg. Nincs ablak a stúdiónknak. Aha, hát még mindig ott van a lehetőség, hogy egy bontókalapáccsal nyitunk egy ajtót, vagy egy ablakot, egy szellőzőt mondjuk a szerkesztői szoba, vagy a kis stúdió felé. Aha. Hát, hogy ez. Én azt gondolom, hogy ezt meg is léphetnéd, Feri, hogy ne nekem kelljen magyarázkodni. Gipszkarton. Egy fejessel egyébként gyorsan átfejelhetnéd. De azért érdekes, mert a kis stúdióban viszont a mellettünk lévőben megy a klíma. Ez komoly? Aha. Tehát ott, hogyha bekapcsolod, akkor ott hűt. Nincs vele bajom, csak ez a 28 fokban való szaunázás, ez így egy picit azért így nehézé teszi a koncentrációt, tehát hogy így ezzel valamit lehetne kezdeni. Aludni jó. Igen, nincsenek meg a járulékos, oké, szaunázunk, de mégse ugyanolyan feeling, mint hogyha itt tudom én gumipabucsba, meg egy török közben belesétálnánk a valahova, hát igen, és tudnánk, hogy... Vetkőzle, aztán jó lesz. Olvastátok azt a holland focistának a feleségét, a valami magyar palival jött össze? Ja, persze. A Van der Waalt. Vagy ki, igen. Azt, hogy Kája, nem tudom, mi történt, összevesztek egy kicsit, és összejött egy magyar pilótával. De ez nem egy... Nagyon érdekes. Nem akkor volt, amikor még együtt voltak, mert náluk már elég régóta zajlik ez a se veled, se nélküled. Egyiket a lány meglehetősen dekoratív, úgyhogy nem csodálkozom rajta. Ez a focista világban, ez mindig igen, így van. Igen, és felszedett egy magyar pilóta srácot, aki aha, nem él Magyarországon, kiskorában elköltöztek, de magyar, beszél magyarul. És ők voltak együtt, Van der Waalt, meg kicsit ott hoppon maradt, nem kezelgette asszonykát úgy, ahogy kellett volna. Hát a magyar pilóták legendásan kezelgetnek, hát most. De azt nem tudom, hogy én soha nem találkozom pilótákkal. És nem is jössz velük össze. Talán ez lehet az oka. Érted? De hogy találkozott a nő a pilótával? Hát? Mert hogy a stewardessek várnak téged az ajtóban. Magárepülőgép. Pici. Aha. Igen, nem utasszállító volt? Én nem. Úgy tudom, hogy utasszállító repültek. Mert hát ott a pilóta... utasszállító, csak kevés utasszállító. Igen, mert ott a pilóta nem áll ki az ajtóba. És felszáll egy bombajó csaj, maximum rámegy a pasi sztyúvi. Nem? Aha. Vagy ha egy jó pali, akkor ott van a lány sztyúvi. De a pilóta hátra ment, pössenteni egyet, lehet, és kiszúlt a Sylvia Van der Waaltot, ahogy ott a B226-os sorba ette a kis, nem tudom, milyen melba szeletét. Hát, vagy előre hívta a kokpitbe, vagy hogy szedt fel egy jobból.
amikor odaért. Tehát ez is simán lehet. Mondta ugye a másik pilotának, hogy ez egy Dezső, mert nyilván ő is mondja, hogy Dezső, vedd már át, légy szemig, hátra megyek, mert már nagyon feszül a hólyag. És akkor hátra ment, nyílt az ajtó, kilépett Szilvi. Szilvia de van der Vaart. Igen, és akkor így ez így végignéztek egymáson. És a szagas olyan rossz, és akkor bementeni, és akkor ennyi, aztán négy ilyen cseréltek, vagy valami. Na, és átadta a bot kormányát egy picit. Meg azért, mondjuk Szilvi, mi nevezzük így nyilván, ő is magyar számozás, Szilvi, ő is azért egy elég népszerű figura, tehát simán lehet, hogy ismerte már korábban valahonnan. Őről az elég sok fürdőruhás fotót lehetett látni itt ott amott. Nekem a kedvenc videóm vele kapcsolatban az az, amikor valaki egy fotózásra behozott egy lasztit, és a lány elkezdett vele dekázgatni. És aztán, olyat ráküldött, hogy csak ott kapkodták szét a fejüket mindannyian a fotósok, mert levitt volna belőle 2-3-at. Nagyon vagány és csinos csaj is. Na, ezt szedte össze egy magyar pilóta, aki aztán állítólag utólag már szétszakítottak, de hogy zaklatta meg, nem hagyta békén. Mindegy, csak azon gondolkoztam, hogy jössz össze egy pilótával, akkor nem találkozik az ember pilótával. Újabb botránykönyv, mit szóltok, Keleti Györgyinek is botránykönyve lesz most már. Na jó van, akkor örüljünk neki. Tessék? Nem, csak a dubajozásról ír meg ezekről. Ez mondjuk kivételesen érdekel egyébként. Ja, mindegy. Mondjuk az ő esetében nem csodálkoznék rajta, hogyha is megírná, hogy valakivel 19 órán át szexelt. De hogy tőle még, vagy nála még el is inni. Nála még el is hiszük, igen. Jó. Na nézzük meg, mire megyünk egymással a játékban. Jó, teljes hét van, nincs munkaszüneti napunk, semmi? Nincs, bárhogy is akarsz beszukszakolni egy pihenő napot erre a hétre, most nincs. Nincsen. Jó, akkor teljes hetet játszunk. Jó, lehet jelentkezni a játékra, egészen nyugodtan. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk. Úgy gyerekek, nem fog tudni melegbe koncentrálni. M1 16 középső sávban elakadás jelzővel áll egy okos autós. Kösz, életveszélyes, várj, földeszem a kezem. Seregélyes előtt a vasúti átjárónál tiszta jég az útburkolat. Transporter a fejtetőn az árokban. Ezt is Peti küldte nekünk. Csomád és Fót között 3 autó az árokban, lassan lehet haladni, hiszen előbb már itt vannak. Balázs. Köszönjük szépen. Na, hát akkor megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló, jó reggelt. Halló. Sziasztok. Szia. Ági, hello. Ági, igen, sziasztok. Hello, Ági. Ági, honnan hívsz minket? Majosházáról. Ó, Majosháza, Lacháza, két ellenséges kis település, ugye? Így van. Te is utálod a lacháziakat? Nem, én nem. Nem? Nem utálok senkit. Majosházán, Lacházán volt egy diszkó, az Elvis diszkó, azt ismered? Nem. Nem? 4 éve költöztünk csak ide. Ó, oh, a gyerekekkel. Hát a jó. Még nem volt alkalmam felfedezni. Már nincsen, a régi lacházi Elvis diszkó. Ja, hát az... mondanám nem is. Hány gyerek van? 3. De jó is. 3 lány. Jézus. Szuper. Az Atya igen. Isten. Mennyi idősek? A legkisebb 1 éves múlt, a középső 5 éves, a legnagyobb pedig 7 éves lesz januárban. Már semmi gond nincs velük, nagyok. Semmi, a világ. De jó, akkor minimum 8 éve tart a szerelem. Már ha egy apától. Igen, igen, afrikai apuka. Uha, ott éppen történnek a dolgok. Fogadjunk, hogy az 1 éves. Megint azt csinálja az űrt. Mit csináltak, otthon vagytok még? Igen, itthon vagyunk, készülünk lassan az iskolába, minden reggel hallgatunk benneteket, meg a lányokkal edzünk, hogy nyerjek. És sikerült lenyomni az 1 évest? Hát igen. Ha ő is megvert, akkor nagy a baj. Akkor nagy a baj. Na jó van, kivel szeretné játszani? Ferivel. Jó választás. Ja, jó van, Ági. Vagyok. Jó van, akkor mindjárt indulunk, jó? Oké. Okay. Jani? 3-2-1, fire! Ági, és szoktál nyerni a gyerekekkel szemben? Szoktam, nagyon sokszor. Akkor és te? Akkor jól játszol. Jól játszom, és te? Nagyon jó. Mit én? Te hogy játszol? Jól. Jól? Hogy gondolod? Jól? Vagy rosszul? Jól talán. Jól. Remélem, most nem olyan jó.
Ennyi volt. Ajjaj. Na. Azért köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Majd máskor. Máskor, igen. Nem, azt hittem, hogy jól indult, de aztán hirtelen végzett. Izgultam. Igen? Igen. Cseréld le az eddigi edzőpartneredet valamelyik idősebbre. Egy 9 évesre. Oké, nagy kérdés. Körülnézek itt a faluban. Oké, okay. Ági, köszi. Én is köszönöm. Sziasztok, szép napot. Hello. Hello. Meg van csinálva az első, ahogy szokták volt mondani felénk. Meg van csinálva. Ennyi, beindultunk. Oké. Okay. Összehoztad, mit is szól? Gyertek. Ezt is szokták mondani. Nincs vesse, muszáj menni. Múlt héten kikaptunk, úgyhogy muszáj. Muszáj menni, nem? 1-0, de szép ez. Bár a Mikulásra adhatnánk ajándékot, de ezt majd csak pénteken vesszük elő, hogyha nagyon megégünk a héten. Hmm. Jó, akkor azt mondjuk, hogy Mikulásra ezt kapják. Lesz sok szép ajándék a héten. Mert csak mondom, hogy a 3-as ugráshoz megint speciális kis ajándékcsomag jár, akár. Megint a tea vagy? Nem, valami egészen más, ami az én szívemhez közelebb áll egy picit. A magnéziumpor. Ja, igen. Igen, egy kiló magnézium. Bakancs. Ne, igen. Túra bakancs. Kettlebell súly. Ale igen, jú, pláne, ne. Az mekkora lenne a 3-as ugrásban? És ő nyert 2-30 kilós kettlebellt. Igen, a futárszolgát kicsit megszenvedne vele, igen. De nem lenne rossz. Na. Azt mondja, hogy jött még egy közlekedés. Békásmegyer Hévátjáró, Pünkös Fürdő utca, sötétek a lámpák, emiatt torlódás várható. Úgyhogy erre mindenki figyeljen. Ez tehát Békásmegyer, és M1 16-os kilométer középső sávjában elakadás jelzővel áll egy okos autós. De jó Isten! Ott ő úgy lát, középső sávban? Egyébben ott ment tönkre a kocsi, hát most hova tologassa, hideg van, ráfagy a keze a kasznira. Én is ott hagynám, mert a legokosabb gondolat a világom. Főleg a kanyarba vagy. Azért. Az egy nagyon-nagyon szép dolog. Na jó van, hírek újra, jó, hiszen annyi minden történt azóta, így a negyedórás hír összefoglaló után Ákos jön, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 9 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy újabb hétfő, nem mondom, hogy kitörő lelkesedés van, de... Hurrá! Hurrá? Yeah. Hát azért legyen, ez egy kifréselted magadból a hurrát? Szombat, munkanap, csak szólok. Szóljál azoknak, akik fognak dolgozni. Na hát nekik szólok, nem is neked. Te is fogsz dolgozni egyébként egy televíziós stúdióban. Szerintem azok, akik fognak dolgozni, azok sajnos tudják. Cumi. Cummancs. Ott fogsz állni. De az utolsó cumi. Kamerák keresztüzében. És most mi dolgozunk le? Most a? 24-ét? 24-et, vagy az utána következőt, 27-et, pénteket, valamelyiket. Komolyan mondom, ha ennyi önkéntesen ebben az országban, meg haha aktivista, meg mit tudom én, mindenki, akit mindenért mindig küzd, akkor miért nem tudják már elérni, hogy a 24. az legyen munkaszüneti nap? Miért fáj az államnak az egy darab munkaszüneti nap, hogy amikor az emberek egyébként szentestéznek, akkor azt ne kell ledolgozni, hogy te aznap nyugodtan szentestéshessél. Mert szent este, érted? Nem szent délután. Szent este, tehát este vagy ott otthon már. Szóvivőnek. Hát tudom, hogy... Óriás. Az, de milyen az üzenete annak, hogy akkor karácsonyozol, dolgozz le, hogy karácsonyozol? Hát ez nem rossz, jó. Rossz az üzenete, persze. De mondom még egyszer, majd amikor a katolikus egyház szent délre fogja megváltoztatni az estét, akkor jöhetsz elő ezzel az ötlettel, kész. Nem tudom, mert azt gondolom, hogy nálunk ortodoxabb keresztény országban nem vagyok benne biztos, hogy 21-én dolgoznak. Meg kéne nézni egyébként, hogy mondjuk Olaszországban, Görögországban, például a 24-e az munkanap-e? Nem biztos. Érdemes lenne ennek út. Nézzük már meg. Nézzük meg, te gyorsan kezeled a neset. Tudod, hol kell keresni? Hogy 24-e. Olaszországban, vagy Görögországban munkanapnak számít-e? Nem vagyok benne biztos. Olaszország, Bec 24. Tehát te ledolgoztatják veled a 24-ét, amikor te egyébként nem csinálsz mást, mint egy évvel egyszer a karácsonyot szeretnél együtt tölteni a családoddal, nem? Tehát legyen 3 napos ünnep a karácsony. Értem, 25-e az már ugye piros nap, hogy akkor van karácsony, tehát 24-e még nem igazából karácsony, csak szent este. De mégis, hát fene se tudja, jó lenne. Hát a görögök biztos, illetve én sanszosnak tartom, hogy nem dolgoznak. Mert szerintem jó, se. De ők egyébként sem. Ugye, igen, mondjuk ők egy német segélyből élnek. Egyébként nem igaz. Egyébként ez nem igaz, erről beszéltünk máskor, mert a görögök rengeteget dolgoznak. Általában a görögök után mi dolgozunk a legtöbbet egész Európában. Ott szerintem más gondok vannak. Miért nem látszik ez a gazdaságukon? Hát, igen, azoktól kellene megkérdezni, akik a
A lóvéval gazdálkodnak, igen. De valószínűleg náluk egyébként a december 24-e szenteste az ünnep lehet, illetve hát az az egész nap, mert hogy egyébként ez is egy őskeresztény ünnep, és hát ugye ők ortodoxok, tehát hogy még egy kicsit így komolyabban is veszik szerintem a dolgot, mint mi csak így római katolikusok. De tényleg járna, már ott sütöl, főzöl, fenyőfát díszítel. Tessék, megtaláltam. Görögország munkaszüneti napok, figyeld. Na. Na, de 24. Náluk sem. Sem? Nem. Azt a kutya fel. Hát akkor... Hát december 25-26. Aha. Nincs ennek a 24-ének becsülete sehol. Csak a szívekben. A lelkekben. Nem, december 25-26. Nincs. Nem munkaszüneti nap nekik sem. Biztos a játéklobbi. Hát figyelj, azért halljuk őszintén, hogy ugye délelőtt akkor még nyitva vannak a boltok. Bizony. Szerintem az egész ünnepi időszak alatt, hogyha mondjuk így időre bontjuk le, mondjuk egy 4 órára, aha, akkor 4 óra alatt annyi nyitástól zárásig, annyi ajándékot, annyi játékot, annyi karácsonyi kis ez meg azt nem adnak el sehol, mint 24-én délelőtt. Oké, de kivásárol, ha 24-én te még dolgozol. Én értem, tehát hogy a bolt nyitva van, de te is dolgozol elméletileg, hiszen 24-e nem szünnap, nem piros betűs nap. Mindenki más. Tehát, de akkor neked is dolgoznod kéne, a te, aki vásárolsz 24-én délelőtt. A Katikán, vidd már egy kicsit a boltot, átszállodok ide a szomszédba, gondolom ja, így. Így, egy görög Katika. Biztos, hogy így van. Biztos. Hát akkor még minden tele van. Igen. Mindenki akkor próbál meg mindent bepótolni. Jó, hát most ez egy reménytelen kísérlet volt arra, hogy legyen már nálunk is. De ha most náluk se, akkor ezt mi sem fogjuk tudni. Akkor legyünk ebben az elsők. Hogy? Hát, ja, hogy 24-en. Igen, 24 legyen. Csak hogy valamivel legyünk már azok. Valamivel tudjuk már nyerni. Na jó van. Nézzük gyorsan egy-két, mondani akartam még valamit? Kérdezni. Na. De akkor mondd el a közlekedési infókat, és utána. M0-es Cinkotai lehajtó előtt az M3-as irányába két autó a belső sávban ütközött, autók még ott vannak, azt is küldte nekünk. Nekünk már lesz 24 téli szünet, de azért le kell dolgoznunk a szünetet, egy diák. Ugye ez van, igen, aha, igen. Balázs, igen, ezt nem. Ez a szombati munkanap olyan, mint egy üres feles pohár. Van, de minek? Írja egy hallgató. Köszönjük szépen. 73-as út jégpálya Veszprém és Csopak között már két balesetnél mentők dolgoznak, Koba Kendő küldte ezt nekünk. Na, mit akartál mondani? Azt akartam csak kérdezni, nem derült ki tegnap este számomra a televízió készüléket nézve, hogy most ténylegesen följelentettek a múltkoriért, tehát a rendőrséggel tényleg beszéltél, érkezett be ilyesmi, vagy nem? Följelentettek, igen. Aha. Igen. Ja, igen, nem is egyen többen, nem jó. Én beszéltem, hanem utána, aha, jártunk ennek. Szuper. Csak ezt akartam kérdezni. Kinyomoztuk titkos vonalakon. Azt nem mondhatom el, hogy. Nem, hát hiszen mindannyiunkat meg kell öljük. Igen. A rendőrségi kapcsolatokat feladni, csak kíváncsi voltam rá, mert ugye erre reagáltatok a tegnapi műsorban, és aki csak az elejét látta, az most újra följelent benneteket. Igen, van, de az a végét is nézze meg a műsornak. Igen, Ne nézze meg. Jelentse föl. És téged is föl lehet jelenteni, mert te se voltál bekötve, úgyhogy csöndbe vagy. Figyelj, ez az egész jelenség nagyon érdekes, ez a nyomjuk fel a másikat 5000 forintért, 8000 forintért, és tudod, ebben az a megdöbbentő, hogy sosem azt csinálja, akinek valójában szüksége lenne rá, tudod? Tehát szállodákban nyomnak föl embereket, koncerten nyomnak föl embereket, olyan helyeken, ahova egyébként sokszor olyan emberek jutnak el, akiknek egyébként van pénzük. Hiszen hát be kell fizetni a belépőt, meg kell venni a szállodai. Igen, ez soha nem egy ilyen, ez a bulvárlapban megjelent 10.000 forintos felnyomós dolog, ez soha nem arról szól, vagy a legtöbb esetben nem arról szól, hogy igazán szüksége van arra a nettó 8-ra, mert ez tegnap számomra is új volt, hogy ez egy nettó 8, tehát ez bruttó 10, akiknek egyébként tényleg szükségük van rá, hanem azok, akik valami másért csinálják, tehát él bennük ez a régi felnyomós szellem, vagy örököltik az apjuktól. Igen, de két felnyomós szellemről beszélgetünk, az egyik az az újságos, akit te mondasz, ő nyilván egyébként híres lesz egy picit saját magában belül, ő ugye nincs benne az újságban, viszont az ő képét hozta le az újság. Ja, hogy tudsz szólni mindenkinek, hogy gyerekek, igen, az az én képem. Na, srácok, nézzétek, csak benne vagyok az újságban, így, tehát hogy kétféle feljelentő van az egyik az újságos, a másik meg a rendőrségi, mert ott viszont nincs pénz. Hidd el felé, hogy van egy elég masszív átfedés a két csoport között. Van egy nagyon komoly metszet. Tehát aki az egyiket megcsinálja, az a másikat is kacérkodik. Sőt. És igen, ebben az a megdöbbentő tényleg, amiről tegnap is beszéltünk, hogy lát egy adástól valaki nincs bekötve. Attól az ő élete nem lesz jobb vagy rosszabb. Se attól, ha megírja, se attól, ha nem. De hogy ő megírja. Tehát ezt le kell írni, el kell küldeni, csatolni kell a fotót, be kell írnod, hogy melyik adás volt, el kell küldeni a rendőrségre. Tehát hogy mennyi munkát és energiát fektetnek ebbe emberek Magyarországon, hogy a másikat bemószerolják.
nem? Én mondjuk velük vagyok, mert legalább rend lesz az országban, nem lesznek ilyen rendítensek, mint te. De hogy ettől szerintem nem lesz rend. Dehogy lesz rend. Ettől egyébként egyáltalán nem lesz rend. Nem lesz. Na jó, csak ezt akartam megkérdezni, mert ott tegnap elhangzott a műsorban ilyen utaláskép, de hogy akkor ténylegesen érkeztek-e. Mert akkor rend van továbbra is kis hazánkban. Bizony. Tehát ők bizony. Még velünk vannak, dolgoznak, rejtetten ott vannak, akik sejtek és feljelentenek. Én viszont nagyon örülök neki, hogy egy csomó olyan ember van az országban, akinek annyira rend van már a saját életébe, hogy most már tud foglalkozni masszívan a másiknak ugye? Az életével. Na, is. Jelent. Na, igen, hát az, igen, ez az annyira rend, ez ilyen idézőjeles, hogy pont nincs, nem? Én nem tudom, én látnám, mit a LL Junior-t, hogy egy tévéműsorban, vagy mit tudom, a hetes buszon ülve beállna mellém, mit tudom, kicsoda, Geszti Péter, és nem lenne bekötve, hogy nem lenne erőbb nekem jelentést írni a rendőrségnek, ugye például a Junior-t úgy nyomták föl, hogy a buszon látta valaki, aha, átfotózta, hogy nincs bekötve, és úgy jelentette föl, aha. Tudod. És itt soha nem az ellen tiltakozik az ember, hogy én se az ellen tiltakozom, hogy ne kössük be a munkat, mert nyilván nem így van. Tehát, hogy bár ez a biztonsági öv is egyébként hagyd döntsem el önmagamról, hogy akarok-e büntetést fizetni, hiszen a biztonsági övvel nagyon nem veszélyeztetek mást. Aha. Tehát nekem erről az a véleményem, hogyha azért nyomnak föl valakit, mert tilosban parkol, az valamelyest elfogadhatóbb. De azzal én nem vagyok veszélyes a társadalomra, ha én nem kötöm be magam biztonsági övvel, az én hülyeségem, vagy az én felelőtlenségem. Tehát még csak nem is tud a feljelentő mire hivatkozni. Mert tudod, mint hogy Hajdú Péter beáll egy mozgássérült helyre, és feljelentik, akkor azt mondhatja a feljelent, hogy azért teszem, hogy legközelebb ne álljon be, mert igen, szembesül vele az újságban. De ha te nem vagy bekötve... Nem, azért jelent fel, mert félt téged. Tessék? Félt téged, ez egy féltés. Megsérülsz, nem tudsz műsorba jönni. De azt tudjátok, hogy most is fönnáll a jogsértés esete. Mert? Hát mert vontatott, itt írja is valaki, hogy vontatmányban tilos tartózkodni. Már valaki utána nézett ennek is, nagy dicséret, és ez a buzgosság ismét egy ember, aki nagyon félt a Balázs. Jelentjék most már föl! Mi ezt a vontatmányban tilos tartózkodni? Hát például, ha te lakókocsit vontatsz, akkor nem lehet hátul senki. Ugyanez van egy vontatott trélelen lévő személygépjármű. És ez meg se fordul az életének a fejébe, hogy filmforgatások esetén lehet-e engedélyt. Hát ugye? Igen. Ugye? Ennyi. Már hogyha ha valaki vontat valakit, akkor nem ültethetnek a vontatott járműbe. Hát ha kötélen vontatsz, az akkor igen. De ha tréleren van, akkor nem. Ha tréleren van, akkor nem ülhet bent senki. Akkor nem ülhet bent senki. Aha. Én ezt kétlem. Akkor lapozzuk már fel a film almanachokat, amikben olyan autós jelenetek vannak, ahol vélhetően egy tréleren készültek a felvételek. Azonnal aztán mindenki, mind de tényleg. Is. Mind ültek is. De akkor aztán most már tényleg mindenkit. Igen, de most a múltkori feljelentésre tudnám azt mondani, hogy az is tréler volt. Nekem kell bizonyítanom, hogy trélerre mentem, vagy neki kell bebizonyítani, mert ha a múltkori feljelentőnek egyébként, akkor azt fogom mondani a rendőrségen, hogy bocsánat, trélerre mentünk, amikor a felgyújtós jelentet forgattuk. Tréler volt. Mi történik? Bizonyítsa be, hogy nem tréler volt. Tehát neki kell majd bebizonyítani. Igen, neki kell. Nem fogom befizetni most ezt a 10.000 forintot. De bizonyítsa be, hogy nem tréler volt, érted? Ahogy most is egyébként tréleren mentünk nyilván, és ez a műsor legvégén ki is derül, csak hát 10:15-kor nyilván már sokan elszenderednek. Jó. Tréler. Mindegy, ilyen kis mindegy, de ők féltenek, hogy nem pénzért csinálják, mert a másik kategória az tényleg arról van szó, hogy ezért csinál egy fotót lentről, illetve föntről az autóbuszról, lefelé az autóba, aztán pedig gyorsan hazatelefonál, hogy fiam, akkor a hétvégén van mozi, van egy jó hírem, el is tudunk menni előtte a Mekibe. Igen, mozi és így hamburger. Van, a 8-ban már arra is fussa. Utána én fel tudom jelenteni a feljelentésért? Igen, viszont tudsz, de persze. Tehát viszont tudom feljelenteni? Igen. Igen? Hamis vagy beperelni a feljelentése? A jó hír megsértése. Igen. Jó hír megsértéséért be tudod perelni. Így van. Így van, mert ráadásul az újság is ugye közölte a képet. Csak ez kellene, hogy jó hírünk legyen. Hát mondjuk az igaz. Tehát, hogy ízé, a jó hír, milyen jó hír, vadonod, milyen jó hír. Magánál. Beperlem, hogy hátrányom származott belőle, hogy ő feljelentett. De milyen hátrányod? Hát majd én azt bebizonyítom, hogy milyen hátrányom. Mit tudom, én lett volna egy reklámszerződésem, és a reklámszerződésnek a, mit tudom én, az ügynökség, vagy a cég elállt attól, mert azt mondta, hogy én renitens vagyok, és elbuktam egy 5-10 millió forintos reklámszerződést. Nagyon a közlekedés rendészet reklám arca lett, de igen, most nem az ORFK reklám arca. A Lavina hadművelet arca. Sebestyén Balázs, igen. Milyen jogon ültetnek a kamionon, amikor mentek alsősen? Na tessék, akkor ez egy jó kérdés, ugye? Hogy akkor ott végig szabályt szektünk. Igen.
De az nem jó, ott nem szekedtünk szabályt, mert nekünk rendőrségi felvezetésünk volt. Motoros rendőrök, nyilván ők tudják, nem, hogy mi ők a szabály. Nem, ők üldözők voltak fel. Ja, ők fel akartak állítani. Mert ők nyilván tudják, mi a szabály. Tehát ha mi szabálytalanul tartózkodtunk volna a vontatmányban, ők szólnak, de nem, ők kísértek. Igen. Hát akkor az nem lehetett szabálytalan. Akkor az nem lehetett. Mindegy, az összes ilyen feljelentgetőt, meg bemószárolós, meg pénzérlefotózós kapja be. Ezt tegnap is elmondtam, és ezt olyan szívesen elmondom mindig, nem? Mm-hmm. Tényleg. Nem is akarok velük foglalkozni. Vagy ha úgy szar az életük. Azt szeretnék, hogy még karácsonyig odaérjen a pénz, akkor nagyon gyorsan jelentsenek fel minket, mert nem tudjuk, hogy mennyi az utalási idő. Igen, a 8 nettónak mennyi az utalási ideje, igen. Na, Putyin állítólag mindenhonnan mindig elkésik. Legutóbb Ferenc pápát várakoztatta meg, ilyesmi ritkán szokott előfordulni, 50 perc késéssel futott be a találkozóra. Érdekes az összeállítás, a BBC összeszedett még néhányat a nagy késéseiből, hogy mikor késett Putyin. És elképesztő, hogy mit csinál. 2003-ban például 13 percen át várakoztatta meg második Erzsébet királynőt. Nem nagyon gyakran szokott ez megtörténni. 2012-ben 40 percet várt rá Angela Merkel. John Kerry amerikai külügyminiszterről Szíriáról kellett volna tárgyalni, a Putyin 3 órát késett. Az igen. 3 órát. Az igen. Repülőgép szerencsétlenségben meghalt, hozzátartozók várakoztak rá 2 órát. Na. Egy temetőben. Azért 2 darab órát. De ezek közül a legdurvább egyébként, hogy a pápát is megvárakoztatta. Hát szerintem az előbbi, az durvább igen, azért. Igen, a temetés, azt szerintem is durvább. És ott mi szerint? Szent atyát el tudták szórakoztatni a bíborosok. Tehát ott sírnak a hozzátartozók, és valaki telefonál, hogy nem, hú, még nem temethetnek. Nem. Még nem. Nincs itt Putyin elvtárs. Az rossz fejség volt. A többinél én el tudom képzelni azt, hogy nála ez egyfajta kommunikáció. Srácok, megengedhetem magamnak. Várjatok csak. Figyelj, ott azért, tehát hogy ilyen ember esetében, mondjuk a Putyinnak nem hiszem, hogy van egy ilyen filofax, amiben így beírogatja, hogy hányra kell mennem és hova meg ilyesmi, hanem ott van azért egy ilyen protokollfőnök, akinek a dolga az, hogy figyelmeztesse, meg mondja, hogy akkor, na jó, most kell elindulnunk ahhoz, hogy még odaérjünk. Na, most már ne induljunk el, mert úgyse érünk oda. Te mernél szólni a Putyinnak, hogy Putyin elvtár úr, indulunk. Azok az idők már múltak. Érted? Te mernél szólni? Nem. Hát, ha valakinek ez a dolga, akkor szerintem... Igen. Igen, mert például medvevadászatról, meg amikor félmeztelen képeket kell készítesse saját magáról. Igen, akkor mindig ott van. Szegény medvék nem örülhetnek neki, hogy késik 3 órát. Igen. Nálunk ki a legnagyobb késős? Most nem adásra gondolok reggel, hanem úgy egyáltalán. Tehát hármunk közül ki az, aki ilyen megbeszélt időpontra később ér oda? Te személy. De te. Hát nem. Te vagy, aki hazán kezeli. A János gyűlölök egy atomóra. Én egy svájci óra vagyok. Én egy Patek Filip vagyok. Egy Schaffhausen, egy Vacheron vagyok. Így van. Most jelenleg szervizben. Igen. Egy nem tudom még milyen órát szerkezet, nem mer mindenki hozzányúlni, hogy megjavítsa. Igen, hihetetlen. Akkor csak a múlt hétből idéznék 3 beszélgetést. Kedden, szerdán és csütörtökön. Mi volt? Ültünk a szerkesztői stúdióban, vagy a szerkesztői szobában adás után, amikor is János jelezte, hogy 11-re oda kell érjetek. Ez már 10 óra 52-kor volt, amikor te még ilyen rezignált nyugalommal mondtad, hogy ezt még elolvasom és mehetünk. Na várjál. De odaértetek. És el kell, hogy mondjam, hogy én utálok késni. Beszélj meg velem most egy időpontot holnap valahol a városban, és nézd meg, hogy ott vagyok-e időben. Én soha nem késem. Tényleg? A 11 órára azért nem sietek, mert az nem egy fix időpont. Tehát 11, 4, 12, ott bármikor beérünk, akkor kezdődik az értekezet. Nem rohanunk ki, még kajál, vagy még lemegyünk kajálni. De ha van egy időpont valahol a városban, hogy 11 óra, vagy délután 4, vagy este 8, én biztos, hogy ott vagyok. Akkor én annyira utálom azt, aki késő, kevés dolgon tudom felhúzni magam. De valaki késik, azt nagyon tudom utálni. Uh-huh. Azt gyűlölöm. És ideges vagyok a Wikire is, amikor sokszor megyünk valahova, és tudom, hogy el fogunk késni. Ja, ezt ne is mond. Tehát attól tudok igazán megbolondulni. Mikor már nagyon tudod, hogy ott kellene lenned, tudod? Már nagyon érzed, hogy indulnod kellene, és még mindig megy az összmetölés. Tehát elkésni gyűlölök. Szóval akkor mindhárman rendesek. Hát nem, szerintem nálunk azért vannak nem. Nagyobb késők, ismerek nagyobb későket, aki totálisan megbízhatatlan. Tudod, hogy 11-re beszéltek még egy időpontot, 12:30-nél nem fog befutni. És 3-4-12. És akkor már te is elkezded csúszni, de nem azért, mert te akarsz, hanem mert tudod, hogy ő nem ér oda. Mit mondasz, hogy civilben nem? Hogy civilben nem vagyok pontos. Tehát, hogyha munkáról van szó, akkor igyekszem mindig ott lenni, precízen, pontosan, nem késni, de te, amikor egy a magánéleti dolgokról van szó, akkor sajnos be kell vallanom azt, hogy én elég nagy késő vagyok. Tehát, hogy nekem volt olyan, hogy mit tudom én, egy hosszú hétvégés
külföldi tartózkodást csúsztam le azért, mert odaértem ki a pályadból, és így ment el a vonat a többiekkel együtt. Én meg a cekkerekkel mentem szépen haza. De valószínűleg tudatalat nem is akartál elutazni, nem? Hát, egyébként egy ilyen direkt, lassú, egy idegen emberek, nem értem, igen. Mit mondanak. Át kell lépnem a határt. Nem megyek én át a határt. Guten Tag, már ne bonyolítsuk már meg. Mind csúszott meg az utazás. Bármin. De nem volt, nem emlékszel pontosan? Hát biztos, hogy valamilyen nyomorult készülődés. Tehát, hogy így ez a nem, nyilván nem a mit vegyek föl. Jéger alsót, vagy jéger alsót. Vagy hosszabb ideig tusolok. Igen, keki alsót, vagy keki alsót. Vigyek még két gyapjúzoknit, vagy nem? Igen. Elég lesz egy, vagy inkább kettő? Nem, elég egy. Vagy mégis kettő? Polár pulcsi, vagy 9 polár pulcsi legyen ugyanabból a márkából. A csajok nagyobb késősek, vagy a pasik inkább? A csajok. Csajok? Szerintem igen. Hát most itt mi körbenéztünk saját munkon. Három férfi ül, akik nem késnek. Mi a nagy késés? Tehát mi az, ami soknak számít? 20 perc? Hát nézd, ha várnak. Van egy megbeszélt fix vacsorát valahol. Fél órá szerintem. Fél órától már kellemesen. Hát 20 perc az már nagyon sok. 20, igazad van. 20 perc az sok. Szerintem 10 perc, ami belefér. Tehát 10 körül van az, hogy oké, kicsit megcsúsztál. A 20 az már pofátlan. Fél óra az tahóság. Most hát képzeld el, hogy megbeszéltek valakivel egy étteremben egy találkozót, és te ott ülsz nyomorultan egyedül 20 perc. Akkor küldök egy SMS-t, hogy én levest úgy csak értem. Érted. Jani oda-vissza átnéz az étlapot, megtanulja. Persze. Csomagoltat. Heti rendelést ad le, menüztet. Te meg vagy. De a fél óra az sok. A 20 perc is sok. Srácok, a rendelést mindig unni szoktam, mondom, mit rendeljetek, jó? Úgyis csak ott ültök, beszélgessetek, nem találkoztatok. Ha én hiányzok ez a beszélgetéshez, akkor nektek nincsen mondani valatok egymásnak, akkor mi a találkozom. Fordítva, te ülsz ott egyedül. Ja, én ülök ott egyedül? Aha. Jó, hát az nem számít. El vagy? Persze, nem zavar. Meg olyan, akkor mindig arra gondolok, hogy most fizetem vissza azt, amit az elmúlt években mások ellen elkövettem. Hát, hogy így. Szóval, hogy senki nem késik közülünk. Senki se egy kis Putyin. Nem. Szerintem senki. Túl jók vagyunk. Most gondolkodom azon, amit a János mondott, hogy ő szokott késni, hogy amikor például mondjuk turnén vagyunk, és megbeszélünk valamit délután, hogy találkozzunk, akkor azt te mennyire veszed komolyan? Hát azt mondom szó-szó. De hát, hogy az a baj, hogy én például nem demonstrálhatok erőt azzal, hogy kések, mint ahogy Putyin, mert engem egyszerűen nem várnak meg, is elmenne. Tehát Benedek pápa megvárta Putyin, nem mondták azt, hogy akkor menjünk, húzzunk haza irány a Vatikánba, én vezetek, aztán beült a pápa mobilba. Tehát, hogy én ezt nem tettem meg, mert azt mondják, jó, ha nem jött, nem jött. De most a pápát megvárakoztatni 50 percig, szerintem az szerintem az vagány. Azért az vagány. Tehát akkor van lendület. Hát addig beszélget a főnökével. Bök igaz, és sosincs egyedül. De igen, ott ül az öreg azért, hogy a kis bíborosokkal ott nem tudom, mit játszanak. Hát a pápát megvárakoztatni az van. Kicsit politikusokat megvárakoztatni nyilván vagány. Tehát ez egyfajta erődemonstráció, nyilván azért csinálja. És a királynőt, őt is? Neki szerintem mindegy már. Lerakták ide, és mondták, hogy jön a Putyin. Mi? Kicsoda? Jön a Putyin. Jó. És akkor ott ő vár. Tehát neki kicsit mindegy. Tehát egyik most olvastam éppen, hogy első Erzsébet, az első gyermeke születését azt egyedül kellett, hogy átélje, mert az ura közben elment egy kicsit teniszezni. És mondta, hogy hát biztos volt, nyomos oka volt rá, még biztos nagyon izgatott volt, és azért ment el, hogy kicsit ütögessen. Persze. Mennyi késésért rúghatnak ki minket? Hogy van ez? Késésért kirúghatnak a munkahelyedről? Persze, ha sokat késsel kirúghatnak, persze. Nem? Hát most ugye a MÁV-val kapcsolatosan is állandóan ez megy, egy csomó munkahely nem tolerálja azt, hogy nem érnek be a dolgozók. Amik a MÁV-val jársz, ott nagyon más kifogást nem kell találni. Nem, az is igaz. Nem, mondjuk én már gondolkodtam rajta, hogy esetleg a MÁV hogy tudna kompenzálni, küldene mondjuk azokra a munkahelyekre MÁV alkalmazottakat, hogy addig vegyék fel helyettük a munkát. Nem? Hogyha mondjuk valamilyen egyszerűbb munkafázisról van szó, akkor igazán elmehetnének, nem? MÁV segéderő, bocsánat. Azt mondja, hogy Horváth József helyett jöttem be. Tehát azt mondta, hogy aki MÁV-val utazik, a helyet menjenek be emberek? Így van, MÁV alkalmazottak. Egyébként simán lehetne. Na jó, nézzük meg hallgatóinkat, hogy ki ismer nagy későt, mennyit késik, mit csinál, mi volt a legdurvább kifogás, amit mondott. Mert ugye énkor nem is csak a késés a lényeg, hanem hogy vannak emberek, akik azért ezt meglehetősen szellemesen űzik. Tehát mi is ismerünk azért néhányat, akinél minden egyes megbeszélt alkalomnál nyilván ott történik valami. Tehát szülést vezet le, őz embriókat segít át a zebrán, és olyan dolgokat talál ki, ami egy évben egyszer sincs. Nem, hogy minden héten legalább három. Ugye? Tehát a nagy késők nagy kifogásait várjuk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3.480 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Putyiról beszélgettünk itt a hírek alatt, illetve nagy késésekről.
ugye, hát legutóbb Ferenc pápát várakoztatta meg, 50 percet késett a megbeszélt találkozóról, de megváratta már Erzsébet királynőt, Angela Merkel, gyászoló családot, John Kerry amerikai külügyminiszter, mindenkit, aki csak lehet. És arról beszéltünk ugye, hogy minden társaságban vannak nagy késők, akik nem csak hogy késnek, hanem ilyenkor ugye nagy dolgokat találnak ki. És megpróbálják valahogy megszépíteni a késést, vagy kitalálni valami olyan történetet, ami nyilvánvalóan nincs, ugye? A Putyinnak kell vajon valamit mondani ilyenkor? Merkelnek, mikor beér 3 óra múlva? Hát, hogy... Bocs, Angéla, késett a gépem. Szerintem neki nem is. Szerintem neki nem is, valószínűleg a protokoll főnökök ott ezt így egymás között megbeszélik, de nem hiszem, hogy ott nagyon mentegetőzne. Bemegy is a Taragia Drúzia. No problémo. No problémo. Kicsit, milyen sok kellene tud ez a Putyin. Na, nézzük egy-két SMS-t, mert hogy vannak hallgatói hozzászólások, ugye azt kértük hallgatóinktól, hogy írjanak, hogy az ő társaságban ki a legnagyobb késő, illetve mit mond. A Putyin még bőven jó, a barátaim szerint jó, ha a napot eltalálom, írja egy hallgató. Házi buliba hívtuk egy haverunkat, azt mondta, már a villamoson van, 10 éve nem jött. Már nem várjuk, írja nekünk Zoli. Azt mondja, hogy fél éve vagyok együtt a barátnőmmel, és egy kezemen meg tudom számolni, hányszor ért oda időben. A legtöbb 3/4 óra volt, plahán voltam, amikor megbeszéltük, hogy találkozunk az őrsön 1/4 óra múlva, onnan kb. 10 perccel lakik, amikor odaértem, még 45 percet kellett rá várnom, írja egy hallgató. Én 24 órát késtem egy randiról, és még én voltam megsértődve. Az a legjobb. Az a legjobb. Randevúrral késtem el, mert nem találtam meg a várat, mindezt várpalotán követtem el, ahol nagyon szem előtt van az a rohadt vár. Egyébként igen, ott viszonylag nehéz elkerülni a várat. Igen, de összejött a randi, ide gombi. És itt van egy hallgatónk is, hello Szilvi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, na te honnan késtél? Hát én sehonnan, együtt a férjem miatt lekéstük a saját esküvőnket. Ne csináltad, hogy történt? De, hát évekkel ezelőtt történt már, amikor az ő férjünk odaért az én férjeméhez, mert ugye előtte való este külön aludtunk, akkor az ő férj odaért, az én férjem még köntösbe volt. Köntösbe várt az ő férj. Úgyhogy nagyon-nagyon durva volt, és odaért, ide kiér hozzánk, akkor ugye én már az ablakból esem menyasszonyi ruhába felöltözve, hogy ő még az utca alján jön, a családdal, a menettel, minden, úgyhogy olyan 25 percet késtünk a saját esküvőnkről. De templomi lett volna? Nem, a városházban. Odaértünk a városháza elé, az anyakönyvvezető, meg ott volt egy másik hölgy, az ott várt már minket ott az ajtóba, hogy hát kéne jönni, mert idő van. Igen, az azért is nagyon kellemes dolog, mert általában a városháza be vannak táblázva az esküvők egymás után, tehát hogyha ti jöttek, akkor borul mindenki. Igen, utánunk is volt még egy esküvő, úgyhogy nagyon üzegesek voltak. Igen, ott ilyen turnószerűen mennek, ez kicsit olyan kiábrándító ezek a városházi esküvők, nem? 4-es, 5-ös csapat, 6 órás. 10-es terem, 11-es terem, 20-as, amikor vizsgázni mész. Körülbelül olyan kint várnak, te már ott teszed a pogácsát a terembe, de már zavarnának ki, mert jön a következő. És mindig ilyen késősek vagytok, vagy ez csak egy ilyen kivételes alkalom volt? Nem, szépen? Hát ha együtt megyünk bárhova, akkor biztos, hogy elkésünk. Tehát inkább... én ilyen időmániás vagyok, tehát én inkább 5 perccel előbb, de ha együtt megyünk, akkor biztos, hogy elkésünk mindenhonnan. Nem rátok vonatkozik nyilván, meg nem is akarom előre így a falra festeni az ördögöt, de a vállóperről soha senki nem szokott késni. A közös megegyezés. Ott mindenki siet. Igen. Illetve akinek nem érdeke, az egy kicsit próbálja a dolgot hátráltatni, igen. Na jó, van Szilvi, köszi, hogy elmondtad. Én is köszönöm szépen, további szép napot. Hol hallgatsz minket Szilvi helyileg? Pakson. Igen. Jó, igen. De jó igen. Város. Köszi, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Hello. Putyin, ezt nem tudom olvasni. Szavakban nem tudom foglalni, mennyire zavar az, ha kések vagy késnek. Nálam csak egyszer késhetsz. Egy friss barátság elején 38 percet vártam egy úriemberre, aki egy olyan kifogással érkezett, hogy kirabolták, ezért késett el. És mi van egyébként, ha tényleg kirabolták azt a szerencsét? Látod rajta? Igen? Szerintem az lát. Már nem az, hogy hiányzik a táskája, hanem hogy kamuzik. Az egyértelmű szerintem. Volt férjem reggel 8 helyet délután 4:30-kor akart elindulni a gyerekhez, mert előző este a fejére esett valami a próbateremben, és egész nap tartott, míg átkötötték a fejét a kórházba. Szép. Meg már csak a volt vizsgálni, hát ha szédül, hát nem dobhatják ki úgy a próbateremben. Hát lehet, hogy egy általános marsalláda esett a fejére, akkor megértő. Igen. Na jól van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét.
mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello! Hogy hívnak? Kriszta. Hello, Kriszti! Honnan hívsz minket, Kriszti? Budapestről. Budapestről. Mit csinálsz? Hát most otthon vagyok, Szabin. De jó neked, tényleg? Ja. Aha. Na, de hogy vagy, miért? Hát, úgy, hát most egy napot kivettem. Ja, csak hogy bekoszabítottad a hétvégét kicsit? Igen, igen. Gondolom, ezt így kivetették veled, nem? Így, hogy közelig az évén ne vidd át, vagy hogy fogjanak azok a szabik, vagy magadtól? Ja, magamtól. Szeretek szabadságon lenni. Ezt mindenki elmutatja magáról. Vagy érted esetleg Csabinél a különbségműsorban? Mert mostanában annyi szabadsága van már, hogy ad egyébként. Vessétek föl neki nyugodtan. Még így is átvisz vagy 40, igen. Kriszti, mivel foglalkozol? Hát én egy kifőzdébe dolgozom. És ilyenkor valaki beugrik helyetted, vagy ilyenkor mi van? Igen, igen, már vagyunk egy párom. Ez olyan jó régies kifejezés, ez a kifőzde. Kifőzde. Hát az. De jó, de tök jó üzenete van, meg ilyen tök jó hangulat. Nagy adagok, jó ízek. Igen, házias ízek. Igen. Ez mind van nálatok, Kriszti? Igen, van. Sok finom étel. Ez jó. Jól van. Oké, szokott menni, Óven bácsi, Beru néni? Igen, általában jó. Szokott. Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Lovagolnak. Nem, ez kikocsizás. Nem, nem, nem. Hát, egész más, nem? Beru néni újra sarkaltatta a cipőjét. Itt igen, igen, steppelnek, stepporában. Az első step lépést tanulják. Nem, itt kocsiznak, igen, máshogy megy, meg itt több ló van. Hát, vagy van itt két féltökük. Vagy van, hogy azt összeütik, igen. Van nektek, nem lovattam. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Kriszti. Hát ez... Könnyű hétfői. Egy nagyon könnyű kis hétfői bemelegítő jellegű kis testgyakorlás. Semmi? De, már itt van, várjál egy kicsit. Jön, már jön. Egyedül vagy, vagy van, aki segít? Egyedül vagyok most. Egyedül vagyok. Mutassuk még egyszer ugyanekkor a részletet. Igen, igen, igen. Figyelj. Na, hát ez... Ú, hatalmas, hatalmas klasszikusról van szó. Csók király. Ó, bizony. 15 perc, megkopja, nem mutatom, nálam a jobb menet. Ezt a dolgot nem tudom hova tenni, tehát ez jó, de annyira távol áll. Fenyőnek elég jó bejött. Igen, igen, ez jól fölült erre a hullámra, ha lehet így mondani. Hozzá kicsit későn gyűrőzött be, de hát még látjuk, hogy még mindig azért nagyon menő a dolog. Hisz közeleg a fenyő ünne. Kriszti, van egy ajándékcsomagot, gratulálunk neked. Köszönöm szépen. Szép volt, ügyes vagy, gratulálunk. Hello, ciao, ciao, hello, hello. És még mindig van egy játékunk, csak előre mondom azok kedvéért, hogy akik játszani szeretnének, és egy picit segítsek, hogy érdemes utána nézni Bear Gryllsnek, a brit főcserkésznek, aki ugye a túlélő műsorairól is híres, mert hogy hozzá kapcsolódnak némiképp majd az ajándékok. Igen, a hármasugrás ajándékaim. Nem, ez a Jampi korszak, ez valahogy ilyen nagyon, nagyon kimaradt, nem? Én nagyon bírom, nagyon vagány. De te sem voltál azért sercig sem. De voltál Jampi? Tehát készülted így a hajat, voltál ilyen? Voltam, nem popper. Soha. Viszont minden házi bulin ismerik ezeket a dalokat, igen. És az összes házi bulin ez előkerül, és mindenki tombol rá. Még ha így nem is zártad nagyon a szívedbe magát a stílus. Nem, egy házi bulin a csók kirem, akkor kimegyek a konyhába inni általában. Tehát, hogy akkor félrevonulunk. Miért ilyenkor fölkapod? És hogyne. Igen, föltekered az, hogy egy csapatod. Erre tud táncolni, nem? Ez olyan dal, amire mindenki tudja rázni. De nem pont, ezt szerintem erre a dalra csak azt tud, aki tud rokizni valójában. Mert ha itt nem rokizol, akkor itt nyomorult vagy. Tehát itt vagy rendesen rokizol a csók királyra, vagy inkább hagyd abba. Tehát erre nem tudsz. Ilyen tenni. Azt így nem tudod megcsinálni. Tehát itt vagy masszívan elkezdesz rokizni, vagy levonulsz és kimész a konyhába pihenni. Vannak még ilyen jó házi buli? Csinálnak még ilyeneket? Hát, Dévényi Tibi bácsi. Hát jó, de hát, a retro buliai. Ha be nem dinázzák, igen. De van még ilyen? Egyébként nincsenek már ezek a nagy klasszik házi bulik, nem? Én 10 éve nem voltam házi buliban. Lehet, hogy csak bennünket nem hívnak, tudod? Hát, csak nem. Na mindegy. Mi félted a lakást? Vagy mi miatt nem csinál az ember vajon? Hát valószínűleg ez van benne, nem? Meg már gyerek van, tudod, akkor el kell adni. De kicsit ilyen körülményessé válik. Házi buliba mindig jobb menni, mint csinálni. Az, hát az a legnyomorultabb, hogy csináljál. Csak hogy vannak-e még azon gondolkoztam? Pedig milyen jó lenne. Figyelj, ha igazán menő vagy, csinálsz majd egy olyan házi bulit, ahol nem ilyen magnóról szóló dolgok lesznek, hanem mondjuk meghívod a Mystery Ganget.
és lesz egy igazi rockabilly party. Belövöd a sérodat, felhajtod a bőrjakónak a nyakát. Ha én házi bulit csinálok, ott DVD-t bácsi fog keverni, és Mr. Rick lesz a fellépő. Ja, igen. Ha én egyszer csinálok egy házi bulit, biztos, biztos, hogy ilyen lesz, talán fellépik a Desperado, meg mint a Shy Guys. Na, az retro. Nekem ott három csávó volt, én felálló haja, ne csembalomozzam, vagy nem tudom, hogy csembalomozzam. És nyomják a rockabillyt. Nem, ha csinálunk egy házi bulit, az igazi nagy klasszik retro házi buli kell, hogy legyen. 5 perc van 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk hétfőn, december első hétfőjén. Másodikon, nem hiszem el. Már, hogy december van, mi? Úgy mondod, hogy úgy, már milyen gyorsan? Úgy. Figyelj, igen, másodika van, de hogy van, januártól meg már kifelé megyünk ebből az egész hideg valamiből, én mindig arra gondolok, nem? Hát igen, de most volt nyár. Nagyon vagy durva. Nem? Még arról beszéltünk mi pár héttel ezelőtt, milyen durva lesz már látni a kellemes ünnepeket, táblát, vagy feliratokat, meg az ajándékot, és mégis konkrétan 3 hét múlva karácsony. Hogy így hogy, nem? Két hónapja még október elején volt már megint ilyen 20 fok, meg 22 fok. De januártól kifelé megyünk, aztán jön. Persze, de nem is baj. Ferit se értem, hogy mit fanyalok. Hát mindenki tudja róla, hogy olyan havas lehet, hogy királya a téli sportok, császár, alig várja már, hogy bedurranjon a szezon. A kandalló durranjon be. Mit kértél karácsonyra? Hóágyút, nem? Persze, meg új síléceket. Egy éve még azt mondtam volna, hogy srácok, na tényleg megyünk, de most már azt mondom, hagyjatok már a kamu dumáitokat. Mert elengedett, könnyen elengedett, látod? Hülyeségeiteket. Januárban megyek síelni 2-3 napot, majd küldök képet. Meg fogsz mindenképpen. Lepődni. Meg fogsz mindenképpen lepődni. Mi, már hogy te is ott lesztek? Ott fogunk. Te állsz mellém. Igen. Megyek Ausztriába egy pár napot. Úgyhogy, ha máshogy nem, akkor egy-két e-mailre átküldött fotóval szeretnének meggyőzni benneteket, hogy... Ne fájd is, de szívünk, ne küldje. hogy milyen, amikor 4000-4500-től így bever a nap. Ah, jaj, és, hogy barnulsz egy 4 nap alatt egy olyat, hogy megőrülsz. Ezt így elküldöm nektek szívesen. Hát ha megjön a kedvetek. Van egy hallgatónk friss közlekedési hírrel. Hello, Ede! Jó reggel, sziasztok! Merre vagy, mit láttál? M0-áson baleset történt a szegedi oldalon. Az Annahegy lábánál, ha hiszitek, hanem két román személyautó érte utol egymást, de nagyon-nagyon csúnyán, úgyhogy valószínű, hogy teljes útán lett. Na várj, mi az, hogy a szegedi oldalon? Az azt jelenti, hogy a Szeged felé tartó oldalon. Tehát, hogy gurulsz az Annahegyről le, és akkor úgy. Tehát az M1-M7 tehát akkor az M1-ről mész az M5 felé. Igen. 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 Igen, a szegedi irányba hatalmas baleset? Nagyon-nagyon csúnya. Ha, szerintem, hát nem merem rámondani, meg nyilván ne így legyen, de halálos balesetes. Atya Isten. Pályazár van már? Még nem, de lesz. Még nem, de valószínűleg le fogják zárni. Szinte biztos, hogy bezárják, mert keresztben is áll, tehát a két belső sávot azt eleve elfoglalják az autók, egy az kivágódott a korláthoz, tehát most jelenleg egy sávon halad a forgalom, ami halad, be fogják zárni. Tehát akkor csak hogy összegezzük a dolgot, aki például az M1-esről akar fölmenni az M0-ásra Szeged felé, az felejtse el. A Diósdi felhajtó az már jó, az M6-os felhajtó ott nem lehet? Diósdi után van, és az M6, a Diósdi és az M6-os között van ez. Azért nem értem, mert ott ráadásul 3 vagy 4 sávos az M0-ás. 4 sávos, de hát most ugye az előbb mondtam, hogy milyen nemzetből valók, tehát itt semmi nem elég, és nincsenek korlátok sem. Benne van egy román kamion megint? Nem, két román személyautó. Két, bocsánat, nem figyeltem, igen, két román személyautó, te jó Isten. Szegények. Úgyhogy, hát sajnos van. Jó, fontos volt, hogy elmondtad, Ede, köszi, jó utat neked, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Alagútban, Budáról Pest felé koccanás, nyilván ott is hatalmas lesz a dugó pillanatokon belül. Egyek és Biatorbágy között jégpálya, 3 autó az árokban, óvatosan vezesse mindenki, ezt is SMS-ben kaptuk. Igen, Tibi is elküldte nekünk az M0-ás Diósdi lehajtó után Csepel irányába hatalmas baleset, köszönjük. Cinkotai lehajtónál mindkét oldalon baleset, szintén a nulláson lassan, de azért lehet haladni, üzeni Lilla. És az M5-ös bevezetőnek vége, hogy miért, az pontosan nem tudjuk egészen pontosan. Ez egy ilyen szokásos hétfő, nem? Aha. Na, megnéztem egyébként a munkaszüneti napokat, nem hagyott nyugodni ez a dolog. Megnéztem Ausztriát, Belgiumot, Csehországot, Franciaországot, nagyon, nagyon sok mindent, de nem tudunk nagyon érvelni, srácok, az a helyzet. Ha szeretnénk december 24-ét munkaszüneti napán nyilvánítani úgy, hogy legalábbis ledolgozni se kelljen, nem nagyon találtam olyan hát országot, ahol ezt bejelentették volna. Nem gondolom neked Szlovákiát, itt többen megírták. Szlovákia nem, november 1 halottak napja, december 25-26, szeptember 15 van nekik, szlovák alkotmány ünnepe szeptember 1, de Szlovákiában nem ünnep a december 24, illetve pontosabban lehet, hogy ők is ledolgozzák, de hivatalos munkaszüneti nap sehol nincs.
100 000 ember aláírás esetén tűzi napi rendet? Népszavazás? Azt hiszem 200 000. Jó, 200? Jó, legyen 200, most ne kicsinyeskedjünk. Gyűjtsünk össze 200 000 darab aláírást, és az indoklásba írjuk, hogy csak. Azért me. Jó? Me. Azért me. Nem? Hát most mindig kell mindent megindokon. Akkor csak me. Jó, én elfogadnám. Ez kész, ennyi. Ha ennyi ember akar valamit, annak nyilván megvan a megfelelő oka. Ez a közakarat. Komolyan, államháztartás szempontjából ez nem egy jó húzás, hogy ugye a politikusok sokszor úgy próbálnak jót húzni, hogy valamilyen társadalmi rétegnek könnyítenek, adnak, innen egy kicsit elvesznek, ahol nem nagyon kell, adnak a nyugdíjasoknak, ennek, annak, ugye? Hát ezt azért tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. De például azt mondani, hogy önök ebben az évben nagyon sokat dolgoztak. Így gondolkodnék, ha politikus lennék, nagyon sokat dolgoztak, megnéztük, nem egy akkora kiesés az államháztartásnak, ne dolgozzák le, mit tudom én, december 7-én, ez az ország megérdemli, pihenjenek mostantól kezdve december 24-e munkaszüneti nap. Úgy, hogy nem kell dolgozni. Milliárdokban mérhető lenne az a fajta már csak azért sem, mert hogy nem, tehát 24-én már ember nincs, aki dolgozik. Oké, csak ugye tulajdonképpen azt te szombaton ledolgozol. Aha. Tehát, hogy 24-én azért nem dolgozol, viszont be kell mened most szombaton. Aha. Most szombat az ugye munkanap, amikor ledolgozod a 24-ét. Tehát ugye akkor tényleg nem dolgozik senki, de hogy azt mondani, hogy mit tudom én, megérdemli. Ez az ország, nem kell elmenni. Milliárdok? Szerintem csak milliók. Már abban az esetben, hogyha ez a kis szösszenet, amit most előadtál, ez a parlamentben úgy hangzik el, ahogy mondta, hogy tisztelt képviselőtársaim, önök ebben az évben nagyon sokat dolgoztak, úgy gondolom, hogy megérdemli az ország, hogy önök most egy kicsit elmenjenek már végre pihenni, mindenki jobban jár, viszont látásra találkozunk az ünnepek után, nem? Ez így szerintem ez egy járható dolog lenne. Jó. Igen, ez abszolút. Azt mondja, hogy Németországban a szilveszter és a december 24-e fél munkanap, a kettő összesen egy szabadnapot kell kivenni. Na, ott már azért ezt elkezdték. Tehát délig van meló. Igen. Jó. Igen, ez már egy jó ötlet, ezt Ata küldte nekünk, köszönjük szépen. Hallottatok erről a hajléktalan történetről itt Budapesten? Ami nagyon helyes sztori, és egy nagyon pozitív történet egyébként. A Facebookon küldte át nekem Viki ezt a bejegyzést, hogy valaki elküldte. A Pozsonyi utcában, egy kapuajban üldögélt hosszú ideig egy hajléktalan. Azért érdemes róla 3 mondatot beszélni, csak hogy még azért vannak pozitív dolgok is ebben az országban. Nem hajlamosak vagyunk elhinni, hogy mindenki mószerol, meg csak rossz dolgok, de nem. Sándornak hívják, és tavasz óta üldögélt egy kapuajban, és megismerkedett ott a ház lakóival. Ez egy tök helyes sztori. És hát nem tudtak velem nem megismerkedni. Igen, ha ott ül minden nap. Na jó, csak ugye a megismerkedéshez is több kell, mert igen, van, aki átlép rajta, és mit akar, menjen már innen. Tehát ahhoz, hogy te meg akarj elismerkedni egy hajléktalannal, ahhoz te is kell lesz. Mert azt, ha csak ott ül, attól még nem biztos, hogy megismerkedsz fel, maximum átlépsz rajta, vagy elfordítod a fejed. De volt egy lakó, aki elkezdett vele beszélgetni. És rájött arra, hogy észrevette, hogy a lehetőségekhez képest ápolt, gondozott, sosem ittas, sosem részeg, és hogy a kis rádión ő hallgatja a világ híreit. Mm-hmm. Tehát, hogy informálódik az ember. Ez milyen helyes sztori, nem? És megkérdezte a lakó tőle, hogy tud-e valamiben segíteni, azt mondta, hogy nem, kedves, köszönni szépen, hosszas unszolás után annyit mondott, hogy valami élelmiszernek örülne. Így aztán megismerkedtek, és hát folyamatosan elkezdett neki ételt szállítani. És a történet azért szép, mert hogy befogadták a lakók, ugye? Így van, a pincében kialakítottak neki egy helyet, ahol egyébként van egy toalett is, meg egy kis mosdó, tehát hogy így viszonylag kulturált körülmények között tud ő tovább lakni, meg hát nem fogy meg. Még igen, és hát ezt némiképp mondjuk így meg is hálálja azzal, hogy akkor ott összeszed a szemetet, csöprögette ez az amaz. Ja. Igen, és hogy az, aki megismerkedett vele, az nem is abban a házban lakik, hanem ő volt az, aki beprotezsálta a lakóközösségnek, akinek ugye hát a kapuajában üldögél, hogy csináljanak valamit. Csak a lakógyűlésen megengedték, hogy a pince egy részében lakjon. De ez egy tök helyes sztori, nem? De nem az volt, hogy takarítsuk el, menjen el, rakjuk ki, ne legyen itt, hanem befogadták. És azóta ott éldegél, a pincében zseblámpával van, mert nincs áram, kell neki ez az, de hogy így visznek neki a lakók mindent. Azért az két dolog kellett, azt tegyük hozzá, egyik, hogy ő ez a Sándor nevű hajléktalan,
kultúrát legyen. Ugye ez a cikkben is olvasható, vagy ebben a levélben, ami megy körbe, hogy sose volt erőszakos, sose volt ittas, mindig ott ült kedvesen. Tehát kell hozzá egy ilyen ember A, meg B, kellett hozzá az a hölgy, aki elkezdett neki ebédet vinni, és aztán elkezdte őt beprotezsálni a lakóközösséghez. Látod, tehát, hogy két nagyon fontos pont azért van benne, mert ha egy ittas, koszos, hajléktalan áll a kapualjadba, azzal nem nagyon kezdesz el ismerkedni, ez pedig emberi hiba, mert lehet, hogy ő is egyébként lehetne jobb körülmények között is. Hát, emberi hiba, nem tudom. Szóval, hogy ennyire lehetünk gyarlók, nem? Hogy most ott valaki ott áll totál részegen, berúgva ott fekszik, hát nyilván megpróbál segítséget hívni, de nem akarsz vele megismerkedni. Nem? Így van. Én is ugyanezt mondom, hogy ő, a Sándor azért volt egy jó példa, mert ugye mindig egy ilyen visszafogott, viszonylag tisztán ott álló ember volt, hallgatta a kis rádióját. És nem kéregetett, nem az volt, hogy ne adjon már egy százast, ha már erre járt. Igen, nem azt kérdezték tőle, hogy sokáig tetszik még itt maradni? Mert egyébként valljuk be őszintén, ez is jogos kérdés lenne akkor, hogyha valaki oda költözik, ott alszik, eszik, végzi egyéb dolgait is, és gyakorlatilag egyáltalán foglalkozik azzal, hogy most mit szólnak az ott lakók, mert nagyon sok helyen vannak ilyen szituk, hogy ugye tényleg a kapujában olyanok költöznek be, akiknek annyira a házban lakók nem örülnek. Ebben az esetben mondjuk egy szerencsés dologról van szó, mert ő egy olyan ember volt, aki nem hagyta el magát a körülménye ellenére sem. Na meg annyira jó példa, hogy tényleg itt a hölgy, aki ezt az egész sztorit leírta, így megkérdezte. Igen, csak nehogy az legyen, hogy aztán azok, akiknek ez lenne a dolgok, hogy gondoskodjanak ezekről az emberekről, azt mondják, hogy ja, hát ott volt például ő is. Hát akkor mindenki fogadjon be egy hajléktalan. Tessék, akkor oldják meg önök. Oldja meg a társadalom, oldják meg az emberek. Á, nem, ők nem ilyenek, akik a hajléktalanokkal foglalkoznak, azok szerintem nem azokra gondolok, akik ezt hivatásszerűen űzik, vagy űznék. Aha. De nem hagyják nekik, hanem inkább mondjuk a azokra, akik mondjuk. Na de mennyire megoldás ez valójában, nem? Minket. Persze befogadott térre az. Szerintem ez nagyon. Ez nagyon? Szinte télire persze nyilván. Ebből már föl lehet állni egy ilyen szituációból, hogy van hova hazamenned, egy kicsit még ha az egy pince is, de kulturált körülmények között tudsz élni. Nem tudom, hogy Sándor már gondolom idősebb, tehát ő neki már nem lesz munkája, nyugdíjas, de ha például ezt mondjuk egy 40 éves férfival teszed meg, mert olyanok is vannak, most ezen megint vitatkozhatunk, hogy önhibáján vagy más hibájából került utcára, de egy ilyen helyzetből szerintem föl lehet állni, mert valahova hazamenned, már el tudsz menni dolgozni, tudsz tiszta ruhát venni, szerintem jó. Meg érzed azt, hogy nem engedik el a kezedet, fontos, hogy valaki számára. Tehát, hogy az sem véletlen szerintem, hogy ő ide költözött be, és nem pedig mondjuk kiment az erdőbe és csinált magának egy fóliasátrat. Ez az ember, ez egy kicsit, tehát nyitva hagyott egy ajtót. Aha. Jelezte a külvilág felé, hogy ő még számít arra, hogy valaki oda menjen hozzá, és szóba legyedjen vele. Bízott benne, hogy érdekel valakit a sorsa, mert különben akkor nem itt telepedett volna le. Honnan volt kis rádiója? Hát, még onnan, amikor még nagyon jól ment neki. Gondoltam, oldom még ezt a moralizálást kicsit. Amikor jobban ment neki. Na jó. És honnan volt kis rádióhoz? És az elem? És honnan volt elem? Ugye? Ezek nagyon fontos dolgok. De nem helyes, mert hogy ő ugye informálódni akar. Uh-huh. Tehát, hogy ő ennek utána akart járni. Mi történik a nagyvilágban? Egy kis rádió az ember legjobb társa lehet. Na mindegy, csak így elolvastam, és azt gondoltam, hogy ez egy ilyen helyes kis sztori egyébként. Kiderült, hogy ő kicsoda. Megtudta a hölgy, aki szóba ellegyedett vele, hogy vasmunkás volt, végig dolgozta az egész életét, és amit te is mondasz, Jani, hogy azóta nagyon szívesen sepregett ott a ház előtt, meg hogy úgy megpróbálja egy kicsit ott úgy viszonozni a lakóknak azt, amit ő adnak neki. Azt nem tudom, hogy várnak-e még valamit, vagy lehet-e oda vinni valamit, én ezt nem tudom, mert a történetből nem derült ki a sztoriból, hogy most kell-e valamit vinni, de azért mondjuk így befogadni valakit, aki ott üldögél nálad a lépcsőházba, és mondjuk fölhívni magadhoz, az igazán bátor. Az nem? Bátor, de hát ugye... Nem róla beszélek, hanem úgy általában. Tehát, hogy valaki ott ül a házad a kerítésénél, vagy a liftben, vagy az ajtó, de először azt mondja, gyere. Persze, gyere csak be. Azt akarom mondani, hogy itt azért volt egy ilyen megelőző teszt, azért sokat beszélgettek vele, tehát, hogy kiderült róla egy-két dolog, nyilván bizalmatlanok voltak vele szemben, és hát ő ugye egy elég szelíd, kedves, intelligens ember, kulturális. Most a napokban láttam egy ilyen kis videószállítást azokról a hajléktalanokról, akik Kispesten élnek a gyorsforgalmi mellett lévő erdősávban. Hát, ők nem ilyenek voltak. Aha, tehát oda ők nem mentél volna szívesen segíteni. Ők nem ilyenek voltak. Tehát oda mentek a kispesti vezetők, kispesti polgármester, meg néhány ember, akik azon a környéken laknak, élnek, és egy picit zavarja őket az a tevékenység, amit a hajléktalanok folytatnak bent ebben az erdősában. És hát
hogy úgy mondjam, nem találtak nyitott fülekre. Tehát ők nem is akartak ők körülmények. Ők jó vannak ott, hagyják őket békén. Hadd italozzanak, és hagyj randalírozzanak. Na hát azzal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Hát azzal nem. Azzal nem nagyon. Nem nagyon lehet mit csinálni, igen. Igen, az emberben van egy ilyen előítélet, hogy biztos gondolod, hogy tehet róla, de közben hogy a fenébe jut idáig, hogy azért ott van már, úgyhogy semmilyen nincs. Tehát azért ahhoz nagyon sok szerencsétlen együttállás kell, nem? Hogy valaki odaig, hogy már lakni sincsen, hova menned. Kiforgatnak a feleséged, elveszted a munkádat? Tehát azért igen. Sok ember veszti el a munkáját, de nem jut el odáig, hogy utcára kerüljön. Tehát azért hosszú éveken keresztül. Mondjuk kirúgnak, az asszony kidobott, nincs hova menned, szüleid már meghaltak. Nincs munkád, a bank elvitte a házat, nincsen állásod, mert mondjuk az országnak egy olyan régiójából jöttél, és azt gondolod, hogy mondjuk itt a fővárosban könnyebb lehet. Igen, ebben egyébként az a helyes ebben az egész sztoriban, hogyha te mész az utcán, és kicsit nyitott szemmel jársz, vagy befogadóbb vagy, akkor valószínűleg mindenkinek van valahol egy olyan embere, nem? Mint ennek az írónak, vagy olvasónak, aki föltette ezt a Facebookra, vagy ebből ciklát, nem tudom pontosan ez, hogy jutott el, aki tudott ugye segíteni ezen az emberen. Tehát, hogy mindenkinek van egy ilyen, nem? Egy lámpánál, ha most igen. gondolkozol egy picit, vagy egy vasúti megállóban, egy busz megállóban, de mindenhol tudsz találni ezt, de igen, tényleg, mint a Margit híden szokott egy ember állni. Mindenkinek lehet egy ilyen ember, akinek kicsit tudna segíteni. De nem úgy, hogy aprót ad, hanem mit tudom, föltesz négy olyan kérdést, amiből kiderül, hogy valójában mivel tudna segíteni. Mindenkinek van egy ilyen sztoria, nem? Igen. Hogy ez azért egy jó... Igen, csak érezni kell bennük is a nyitottságot, hogy akarnak rajta változtatni, szeretnének tényleg, elfogadják a segítőkezet, és akkor minden könnyebb. Csak amikor elutasítással, meg agresszivitással találkozza, akkor az ugye nem jó. Az a nyilván nem lehet mit csinálni, persze. Na, Erő Zsolt feleségéről akartam egy mondatot beszélni. Ez egy múlt heti hír, de érdekel a véleményetek. Ugye Hildáról van szó. Sterzer Hildáról. Sterzer Hildáról, így van, aki a két ünnep között nekivág az Alpoknak. Ja. Igen, 4000-es csúcsokra. És fognak elmenni a mászótársaival együtt. Hát szerintem erről a hírről mindenkinek van véleménye. Ugye mindenki tudja a történetet, hogy ki volt az ő férje, Erő Zsolt. Ugye, hogy mi történt vele, ezt se nagyon kell túlragozni. És hogy ott vannak gyermekek. Kettő. Ugye? Kettő darab gyerek, aki hát meglehetősen fiatalok még. Ugye 4 éves, 6 éves, igen. Nem tudom, tehát nem kamaszokról van szó. Hogy ez egy milyen érdekes történet, hogy közben pedig azt olvasott, hogy ő elindul hegyet mászni az Alpokba a két ünnep között, ami tudjuk, hogy nyilván nem egy Himalája, na de mégis ezt az ember így elolvassa, és azt gondolja, hogy na hát ez kemény. Hát azért terhelt a történet, mert ugye tudjuk, hogy az édesapjukkal, Erős Zsolttal mi történt. Ha nem történt volna meg az, akkor valószínűleg nem gondolkoznánk, mert tudom, mit akarsz mondani, felelőtlenség. Nem, akarom én csak anyaként kérdezni vagy akarok. Sem felelőtlenség, vagy nem felelőtlenség elindulni. Én most nem ismerem nagyon a hegymászó szakmát, vagy a sportot, de tudom, hogy ott meg lehet halni. Én most azt mondom, hogy ne induljon el. Uh-huh. Hogy van biztos, meg lehet halni a rámszakadékban is. Igaz, tökre igazad van, így van, ott is történt a dolog, sőt, ha kimegyünk az utcára, akkor is. Tehát, hogyha én most itt kilépek, megyek át a kocsimhoz és elütnek, akkor igen, csak ő meg egyedül van, tudod? Tehát, hogy ott van az apa árnyéka ebben a sztoriban, ami nem tudom. Tehát azt nehéz. Mondod, hogy laikusként felelősségnek tűnhet? Felelőtlenségnek tűnhet, igen, egy kicsit. Én, amikor az Erős Zsolt ellen fanyalgók tábora megalakult ebben az országban, akkor én teljesen a másik oldalon álltam. Tehát a Zsolt esetét én másként értem. De azt nem értem, azt persze, csak elmondom, az kell, hogy az az eset, tehát neki ez volt az élete, és nyilván a Hildának is ez az élete. Hilda ugyanúgy hegymászó volt. Igen. Illetve hegymászó is, mint igen, csak Zsolt van. Csak egyedül van. Tudod, szülőként egyedül van. Te, mint mászó, mit gondolsz enni két gyerekkel? Kíváncsi vagyok. Szerintem a mászók egy picit így másképp gondolkodnak erről a dologról. Ők nem véletlenül azok, akik, és ugye gyakorlatilag a szerelmükről van szó, az életükről, az életvitelüknek egy olyan eleméről, amiről nagyon-nagyon nehezen mondanak le. Ők természetesen szülők, természetesen anyák, természetesen apák, hogyha már ugye vannak gyermekeik, de ugyanakkor mászók is. Ő egy olyan mintát, egy olyan életvitelt, egy olyan értékrendszert szeretne átadni majd később a gyermekeinek is, amiről azt gondolja, hogy egészséges, ami azt gondolja, hogy fenntartható hosszan, ami élhető, a természet szeretete, a mászás szeretete,
És ő valószínűleg ezt szeretné továbbra is folytatni. Ebben a dologban szeretne lenni. A másik pedig az, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a Hilda rettenetesen nehéz időszakon van túl, ha egyáltalán túl van rajta. Valószínűleg egyébként teljes mértékben egész életében ezt a dolgot így viselni fogja, vinni fogja magával. Neki szüksége van arra, hogy egy picit összeszedje magát. Hol tudja összeszedni magát? Ott, ahova ő is érzi, hogy tartozik a hegyekben. De ilyenkor mi az erősebb, hogy te inkább mászó vagy te inkább szülő vagy? Szerintem én most csak kérdezek, csak kíváncsi vagyok, hogy van két gyermek, elmész mászni, de lehet, hogy nem jössz haza, mert az minden egyes egymászásban benne van, nem? És egy kicsit jobban benne van ott a haláleset, mint hogy itt én átmegyek az ülésen. Nem is szabad a kettőt összehasonlítani. Négyezesekről van szó azért, tehát aha, hogy itt... Ez nem egy, nyilván, nem egy veszés, azért nyilván, mondta, de, hogy nem értek hozzá. Egyrészt fel tudja mérni azt, hogy mi az, ami veszélyes, mi az, amit nem. Uh-huh. Anyaként nyilván nem fog belemenni olyan szituációban, amit veszélyesnek érez, mint hogy egyébként volt rá példa nem is olyan régen, hogy vissza is fordultak egy ilyen esetben, uh-huh, amikor úgy érezték, hogy teljesen felesleges kockázatot vállalnának. Jó, de ez most ezek ilyen technikai dolgok, persze. Tehát csak nézzük konkrétan, tehát milyenkor az ember inkább mászó, vagy inkább szülő? Vagy lehet-e így dönteni? Vagy ha például téged a virág megkérne, hogy ne mászál többet, mert lezuhanhatsz, akkor mit mondanál? Másznál, vagy azt mondanád, hogy inkább szülő vagy, és lemondasz a saját hobbidról, és nem mászol többet? Azt mondanám neki, hogy világ természetesen a mászás egy extrém sport, ennél fogva veszélyes is, de én olyan szituációban nem fog belemenni, ami mondjuk az én életemet veszélyeztet. Értem, de a virág azt mondja, hogy nem mász többet. Mert meghalhatsz, és féltelek, mert te vagy az apukám, szeretném, ha nem másznál többet. Mit mondanál? Hát azt mondanám neki, hogy ezt engedd meg, hogy én eldöntsem, mert hogy ugye én egy felnőtt ember vagyok, te pedig még egy gyerek vagy. Másznál? És nem, tehát másznál? Másznék tovább. Másznál tovább. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes dolog, szerintem. Nem is nagyon lehet bármit mondani vagy javasolni, csak érdekes, egyébként a hírek után felhívjuk Hillát, mert nagyon-nagyon kíváncsiak, hogy mit mond. Ha egy autóversenyzőnek azt mondaná a lánya vagy a fia, hogy apa, most olvastam vagy egy újságban, vagy láttam a híradóban egy olyan esetet, amikor mondjuk egy rally versenyző meghalt versenyzés közben, vagy adott esetben mondjuk egy nézőt elütött egy rally autó, akkor szerintetek mit mondjon az a versenyző, vagy mit mondjon az a néző? Ne menj ki többet nézni ezeket az autókat, apa, mert nagyon veszélyes, ne ülj többet abba az autóba. Az egy kicsit tágabb most, hogy nézőként ráadásik egy autó, az nem. Tehát itt azért mondtam az autó versenyző, vagy a mászó, szerintem itt ebben ez a jó most nézőként. A másik, de a nézőként viszont azért jó példa, vagy jobb példa, mert hogy ott ki gondolná már, hogy bármiféle baj történhet. És történhet ott is. Nem kell ez a hegyekbe menni. Szerintem Hildával kapcsolatosan azért jut eszünkbe ez a dolog, mert ott a Zsolt. Tehát tökre semmi. Hát nyilván, mert egyszer szülőként egyszer ott van, és azt mondta, hogy ott hagy 2-4 vagy 6 éves gyereket, érted? Ilyenkor kérdéseket teszel fel. Azok az emberek egyébként, akik ennyire aggódnak érte meg a gyerekekért, azok az emberek mit tettek érte az elmúlt időszakban? Most így hogy elkezdenek érte aggódni? Majd azok, akik aggódnak a gyerekek miatt. Amiért nem aggódtak, hogy neki lesz-e állása, hogy van-e állása, hogy fogja eltartani ezeket a gyerekeket, hogy fogja őket felnevelni? Uh-huh. Aggódjon az, aki egyébként segít neki, aha, vagy segített neki. Jó, hát ezt nem most tudom. Szülőként gondolom. Én is csak szülőként kérdezek, igen. Ha téged neked a gyerek azt mondja, hogy ne búvárkodjál többet, mert meghalhatsz, búvárkodnál? Ha a gyereked megkérne arra, hogy apa, ne. Na látod, ez egy érdekes kérdés. Na? Igen. Búvárkodnál? Vagy hát teljesítenéd a saját gyereket kérését? Hát én inkább megismertetném velük, aha, a dolgot. Mint ahogy a János is valószínűleg tesz azért, hogy a virág tudja, hogy mi ez a mászás. Hogy nem halott meg mindenki. Én azért és ha a gyereknek csak egy szülője lenne, mondjuk? Mondjuk csak te lennél, aha, már. És úgy mondaná a gyerek, hogy ne búvárkodjál többet, apa, mert féltelek. Aha. Hogy nem akarom, hogy mondjuk az történjen veled, akkor mit mondanál? Itt az extremitását is kell nézni a dolognak, hogy például mély merülő már nem lennék a két gyerekemmel. Egy darabig engem vonzott ez a, hogy menjünk 100 méter alá, meg ilyen. De mondjuk, ma már azt nem csinálnám. De mondjuk a másik szülő a búvárkodásban odaveszett, és egy szemszülőként állszott, és a gyerek azt mondja, hogy apa, ne menj. Hát na? Szerintem, amiket mi búvárkodunk, az ilyen kirándulás a hármas határhegyre. Nem ez a lényeg. Hogy abba hagynál, de hanem hát, hogy igen, a gyerek azt mondja, hogy nem, apa, ne menj többet búvárkodni. Valószínűleg ugyanazt mondom, mint a János, hogy nem. Hogy nem. Bízzál bennem, tudom, hogy mit csinálok. Így van, így van. Aha. Így van. Azt meg nem tudjuk, hogy milyen egyedül, nem is sem is akarom megtudni, hogy milyen egyedül levő szülőként lenni. Talán más, nagyobb a felelősség, de én azért mondom ezt mindig, hogy ott a Zsolt azért erre rányom. Emiatt érzékeny. Persze, csak érdekes a téma. Én nagyon bátor nőnek tartom. De így elmenni mászni azért az nagyon-nagyon kemény. Milyen ugyanakkor helyre mennek? Ért, az Alpokban 4000-re. De hát ezt majd ő elmondja, mert fölhívjuk a hírek után. Beszélünk Erős Zsolt özvegyével, Stercer Hildával hívjuk a hírek után. 8:30 pontosan, 3 perccel itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show.
3.90 pontosan, jó reggelt kívánok mindenkinek. A hírek előtt egy érdekes témáról beszélgettünk, ugye Erős Zsolt özvegyével kapcsolatban, Sterczel Hildáról, és ugye nyilván szülőként mindenki más, hogy gondolja ezt, és nem is akarunk ítélkezni, meg nem is dolgunk, nem is feladatunk, nincs is hozzá jogunk. Csak az ember kérdéseket tesz föl, és ugye érdekes dologokról beszélgettünk. Jani ugye mászó, te ugye búvárkodsz extrém módon, és hát ilyenkor az ember kérdez, hogy vajon mi a jó vagy rossz döntés, egyáltalán lehet ilyenekről beszélni. Hát igen, nem tudjuk beleképzelni magunkat a helyzetbe, azért érdekes a Hilda féle eset, ugye, mert még egyszer mondom, ott a Zsolt mellette, tehát hogyha egyébként egy apa és egy anya is van a családban, és az úgy az egyik választja a kicsit extrémebb életet, úgy talán nem tudom. Igen. Ugyanakkor mi is azt mondjuk, hogy nem hagyjuk abba például a búvárkodást, nem hagyjuk abba a mászást. Igen, mert hogy ugye valaki esetleg nem tudná, hogy a Hilda elindul a két ünnep között, nekivág az Alpoknak, ha jól tudom, akkor két társával együtt, és valószínű, hogy hát 4000-es csúcsokat vesznek majd célba. És hát ezen hír kapcsán kezdtünk el erről beszélgetni, én csak kérdezni, ti pedig inkább válaszolni, hogy kinek mi a vélemény erről, vagy ki mit gondol, nem is Hildáról, hanem ha a saját életében egy hasonló helyzet állna elő, és mondjuk a gyerek erre vagy arra kérné, akkor mit tenne, vagy hogy cselekedne, vagy van-e jó döntés, vagy mi a jó döntés? Ez a nagy nehéz erről bármit is mondani, hogy tényleg úgy, mert hála jó Istennek, mi azért nem vesztettünk el senkit, tehát hogy nekünk azért van feleségünk, van kire bízni, kire hagyni a gyereket ilyen esetben, meg tényleg hát azért mi mondjuk nem is az a kategória vagyunk, amit ők képviselnek. Nyilván, persze. Sokkal alacsonyabb szín. Hogy nem. Csak az ember szülőként kérdez, igen. Itt van velünk Sterczer Hilda. Hello Hilda, jó reggelt kívánunk, szia! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello! Tudtuk, hogy neked csak ez az időpont jó, éppen oviba, a suliba viszed a gyerekeket, kidobtad őket valahol éppen? Igen. Na, igazak a hírek, valóban készülsz az Alpokba két társaddal együtt a két ünnep között, nekivágsz, ez igaz? Ez így van, bár ez az, hogy hír tud lenni Magyarországon, ez szörös, az amiatt van, hogy nekünk nincsenek hegyeink, tehát én nem egyedül leszek az Alpokban, hanem jó pár osztrák, német, szlovák, lengyel, francia, olasz, stb. Tehát ez egy teljesen normális dolog, ahol hegyek vannak, hogy az emberekkel mennek mászni. Tehát sajnos ez, aki Magyarországon, ahol nincsenek hegyek, tud egy ilyen extrémnek tűnő dolog lenni. Hát nyilván igen, meg ugye laikusként, vagy az ember szülőként azért, amin átmentetek, ami történt, ugye a Zsolttal közben ott vannak a gyerekek, hát nyilván azért rengeteg kérdés merül föl. Sok támadás ért téged, amikor ez kiderült, hogy a két ünnep között itt hagyva, vagy hátrahagyva a két gyereket nekivágsz az Alpoknak? Olvastam kommenteket, de hát ugye természetesen ezekre nem lehet hagyatkozni. Persze vannak, akik támadnak, de hát erre számítottam is. Ugye ez a laikusságból fakadó támadások. Tehát azok, akik csak úgy látják, hogy hegymászás, nem tudják mi a különbség a Himalája és az Alpok között, azok támadnak. De hát tehát olyan a különbség, én éppen ezen gondolkodtam, hogyan lehetne ezt megfogalmazni, hogy mondjuk a vitorlás hasonlattal élhetek, talán az könnyebb megérteni, hogyha a férjem mondjuk a vendéglob földkerülő vitorlás versenyen hal meg, és én most az Adriára szeretnék menni vitorlázni, hát szerintem az így kevésbé, tehát ez talán így érthetőbb, hogy mekkora a különbség. Hát különbség nyilván van, meg az ember laikusként ezt talán nem is tudja felmérni, csak ilyenkor arra gondol, hogy azért nyilván, ha mi be is biztosítjuk magunkat, meg profikkal mászunk, meg ugye te is profi vagy, hát azért önhibánk túl is történhetnek dolgok, lavina vagy bármi. Ez egy laikus dolog, akik például ezt kérdezik, hogy mi van, ha valami olyan történik, amire nem számítotok, mondjuk jön egy lavina. Tehát azért a lavina veszély, tehát a lavina is egy olyan dolog, amit persze bármikor, idézőjelbetéve bármikor jöhet, de tudjuk, hogy mikor nem szabad ott lenni, tudjuk, hogy hányas lavina veszélyen hogyan lehet közlekedni, tudjuk, hogy néz ki egy lavina lejtő, amit nem szabad átvágni, milyen hóviszonyok, milyen feltételek szükségesek ehhez, és mi megpróbálunk nem ott lenni olyankor, tehát ezt tudni kell ahhoz, hogy ne sodorjon el. Tehát akiket elsodor, azok legkisebb azoknak az esélyek, amikor rosszkor voltak rossz helyen, általában inkább hibásak abban, hogy olyan helyen jártak, ahol nem kellett volna, és ezt föl kellett volna tudniuk mérni. A gyerekek mit szóltak? Hát semmi ezt. Tehát az, hogy anya elmegy mászni, az nem gond. Persze, ugye a Himalájában azt mondta a kislányom, hogy oda nem menjek. Tehát
ezzel ő tisztában van. Szerintem lehet, hogy jobban tisztában van ezzel, mint jó páran. Azt mondta, hogy oda nem enged el, vagy hogy oda nem menjél? Hát, hogy oda nem menjek, igen, igen, igen. Uh-huh. Ilyenkor leültök, és te elmondod nekik, hogy hova mész, milyen magasra mész, kikkel mész, tehát mindent tudnak hát nem, azért nem, csak hogy anya elmegy mászni, és akkor mondta, hogy hova megyek, nem a Himalája, akkor jó. Na mondjuk bizonyítással alakul, meg csak egy példaképpen mondom, hogy az én 11 éves lányom azt szokta kérni tőlem, hogy ne menjek ki az utcára futni, inkább padon fussak a teraszon. Oh. Hát, persze, hogy félti az embert, hiszen a szüleiről van szó. Hilda, egyébként, ha mondjuk hány éves a nagyobbik lányod? 4,5. 4,5. Uh-huh. Ha mondjuk ő azt mondta volna, hogy anya, ne menj. Nyilván nem tudta volna megindokolni, hogy pontosan miért, de hát ugye érthető az előzmények ismeretében. Akkor erre mit mondtál, vagy mit válaszoltál volna? Elmondtam volna, hogy ez nem ugyanaz. Tehát, hogy ez messze nem ugyanaz a dolog, hogy itt én biztonságban leszek, olyan emberekkel, akik értenek hozzá, és ebben valójában nincsen nagy veszély. Hm. Tehát valószínűleg neki azt mondtam volna, hogy ebben semmi veszély nincs, érthető módon. Minimális, nem nagyobb az esély, mint kimenni az utcára futni, tehát... De azt mondtad volna, hogy megértem, hogy ezt mondod, de én akkor is megyek? Igen, igen, igen. Uh-huh. Tehát azért, hogyha az ember mászik, tehát a mászás az egy értékrend. Tehát az nem azt jelenti, hogy... Tehát az azt jelenti, hogy én nem a javakat akarom itt halmozni, mint a fogyasztói társadalom, nem az élvezetekkel elállok rá, hanem nekem az az örömöt, hogy én mászok, és a természetben mozgok. És ez a természetben való mozgás, ez egy fontos része az életünknek. És szeretném, hogyha a gyerekeknek is ez lenne az érték. Értem, amit mondasz, hogy... És hogyha most én itt azt mondanám, hogy hát gyerekekhez nem, ez borzasztó, ez olyan veszélyes, hát mit... Ez nem én lennék, és nem is lenne egy jó példa, úgy gondolom. Na de hogy ezeknek a gyerekeknek meghalt az édesapjuk hegymászás közben? A Himalájában. Igen, a ez egy olyan kiélezett szituációban történt, amikor a gyakorlatilag a képességeinek a határán mozogva próbált meg teljesíteni valamit. Ez egy ultraveszélyes dolog az Alpokhoz képest. Van olyan ok, amiért erről le tudnál mondani, vagy lemondanál? Ha mondjuk a gyerekek már nagyobbak lesznek, és minden veszélyét fölfogják ennek a dolognak, és a gyerek tud önző lenni, tud gyarló lenni, nem mindig lát abba bele, hogy ez még miről szól az értékrend, az nyilván most kezd kialakulni, de később van valódi értelme vagy felfogása ennek a dolognak. Hogyha mondjuk 6 évesen azt mondanák, hogy most nem menj többet, mert van egy rossz előérzetem, vagy anya maradj inkább itt, akkor itt maradnál? Most az előérzet, ez egy jó kérdés, pont itt a Simone Moro, most én nagyon igazából az ő előadása kapcsán döntöttem, úgyhogy hogy de nekem mégis másznom kell, mert nekünk ez a fontos, és ő mondta azt, hogy a felesége megálmodta, hogy ő meghal a K2-n, úgyhogy ezért nem megy a K2-re, hanem a Nanga Parbatra. Biztos, hogy a lányom azt mondaná, hogy hát anyám, most rossz érzése van, most ne menj, akkor lehet, hogy tényleg akkor nem mennék. De biztos, hogy utána megint, tehát, hogy az ember megtalálja azt, amiben ő jó, ami neki a testhez álló feladat, amiben akár mondhatjuk, hogy valamilyen szinten tehetséges, és akkor szívesen csinálja. Én abszolút... Tehát ez olyan, mint a maták, vagy a lecke, amikor a gyerek nekiül leckének, és akkor melyiket fog hozzá, amelyik ugye kezére áll, amiben a legjobb, és ez pont ilyen. Te a Himalájára nem is mész már? Vagy nem is fogsz menni? Vagy nem is tervezel? Nem tervezem. Aztán ugye ki tudja még, de nem hiszem, hogy oda én elmegyek, vagy eljutok egyáltalán. Uh-huh. Értem, hogy mit mondasz. Egyébként érdekes felfogás ugye azoknak, akik arra kérdeznek rá, hogy a gyerekekre nem gondolsz. Te azt mondod, hogy a te értékrendeddel és példamutatásoddal pont arra gondolsz, hogy megmutasd nekik, hogy mi minden van más, mint amit mondjuk ránk akartnak erősíteni, lásd fogyasztói társadalom, vagy az élvezetek hajszolása. Tehát én ezt abszolút értem. Csak szülőként nyilván az ember ezeket megkérdezi magától tőled, hogy döntene hasonló helyzetben, ha mondjuk az ő gyereke ilyet kérne. Hát, ugye ez azért tudok könnyen dönteni, mert tényleg az Alpok az nem egy himalájai veszélyes terep. Tehát messze nem az a kategória. Meg amit a Jani is mondott, hogy ott az ember tényleg a határján mászik, az élet és halál határán mászik, és nincsen, és tényleg sokkal könnyebb azt mondani, hogy a franza most rossz az idő, nem megyünk fel ezt a csúcsot, majd megmásztuk jövőre. Ugye a Himalájában nem ugyanez a helyzet. Ott az ember akkor is erőlteti, hogyha esetleg messzes. Ha mondjuk Gerdának például később olyan hobbija lesz, amit te veszélyesnek tartasz, és rossz előérzeted lesz, akkor megpróbálod lebeszélni majd szülőként, vagy hagyod, hogy ő is kiteljesedjen?
Ez attól, hogy ez a hobbitól is függ, hogy én például azt mondom, hogy én inkább elengedem sziklát mászni a gyereket, mint diszkóba. Tehát, hogyha a hobbi a diszkó lesz, akkor arról meg fogom próbálni lebeszélni. Hogy inkább a természetben. Hát jobb helyen is van ott, ez vitathatatlan. Hány napra mentek? 4-5 napra. 4-5 napra. Nem is egy hosszú idő. Nem, tehát... Két ünnep között? Igen, ez a terv. De mi, akkor üres a hegy, vagy akkor mindenki karácsonyozik? Vagy akkor jobban lehet mászni? Vagy hát akkor van időm? Ilyeszkor van időm, tehát konkrétan ugye ez a téli szünet, szabadság és hasonló okok miatt. Egyébként valóban télen kevesebben másznak, de akkor meg a sitúrázás egy nagyon bevett sport az Alpokban, de hát mi mászni megyünk. Hát Hilda, nagyon-nagyon szépen köszönjük, ügyesek, hogy itt voltál. Legyetek. Ügyesek legyetek. Jó mászást, kívánunk szépen. Nektek. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szia. Ciao. Hello. Tercer Hildával beszélgettünk, Erő Zsolt özvegyével. Érdekes, nem? Ez a dolog. Gondolom, hogy mindenki gondol erről valamit így vagy úgy. Hát ez abszolút megosztja a közvéleményt, vagy az ember szülőként, hogy ez most jó vagy nem. Az egészséges nevelés az lehet, hogy egy bükki séta is el. Igen. De remélem egyébként, hogy például az alkoholista szülők gyerekeért is ennyire aggódik most mindenki. Így. Már kire gondolsz? Hát aki most aggódik. Igen, aki most nagyon aggódik. Tehát, hogy tök jó lenne, hogy az is úgy történne. Hogy mondjuk én most szerintem két dolgot összekeversz. Azt mondja a papájának vagy az anyukájának, hogy anya ne igyál többet. Hogy vajon leteszi a poharat? Szerintem nem, most ezt összekevered ezt a dolgot. Akik mondjuk, ha nem értenek egyet a Hildával, ők nem a Hildáért aggódnak. Ők azt mondják, hogy szülőként az embernek más a feladata, mert az a meggyőződésük. Úgymond a gyerekekért aggódnak. De nem is a gyerekekért aggódnak, hanem azt mondják, hogy szerinte szülőként máshogy kellene viselkednünk, mert ők is szülők, és máshogy tennének. Szerintem nem a Hildáért vagy a gyerekért aggódnak, hanem azt mondják, hogy szülőként ezt vagy azt nem teheti meg. Vagy például azt mondja valaki, hogy ha szülő vagy, akkor az jár bizonyos lemondással. És ha te gyereket szülsz, akkor az a gyerek az bizony olyan lemondással is jársz, amiről nem biztos, hogy te le akarsz mondani, de le kell mondanod a gyermeket kedvéért, hiszen vállaltál a gyermeket. Én azt gondolom, hogy sok esetben ezeknek a fotelkritikusoknak nincsen semmi az életükben, amiről igazából le kellene mondaniuk. A gyerek előtt se volt, meg most sincs. Igen, szerintem inkább itt sokkal azért az SMS falon magáról a helyzetről mondanak véleményt sem, mint a Hildáról, vagy magáról a helyzetről ítélkeznek, nem arról, hogy most mi lesz a két gyerekkel vagy a Hildával. Nekem is szülőként egyébként megvan a véleményem. Én nagyon tisztelem a Hildát, hogy ezt meg tudja csinálni, meg megmeri tenni. De ha például, ne adj Isten, valami történne, és én egyedül nevelném a Benit, és a Beni megkérne, hogy ne menjek, valószínűleg nem mennék, mert azt gondolom, hogy a gyereknevelés lemondása jár, de értem a szellemiséget, máshogy döntenék, de talán nem is vagyok annyira bátor, mint a Hilda. Az a baj, hogy ezek az emberek nem akarják meghallani azt, amit a Hilda is mondott, meg ami számtalanszor most is néhányszor elhangzott most, hogy az Alpok és a Himalája nem ugyanaz. Nem lehet összehasonlítani a kettőt egymással. Hát nem értek, az egyik az egy sporttevékenység, ez az Alpok, a Himalája az pedig, ahogy azt a Hilda is mondta, gyakorlatilag az élet és halál küszöbén vagy peremén való egyensúlyozás. Nem ugyanaz a kettő. Persze, biztos, igen, megosztanak a vélemények, nagyon sok SMS jött. Játszunk valakivel, jó? Már is itt van a hármas ugrás játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Gyula vagyok. Hello, Gyula! Gyula, speciális kérdések, speciális ajándékok, rengeteg minden, úgyhogy bele is vágunk, jó? Jó. Vannak majd tematikus kérdéseink, ez nem mindig az első, van amikor a második, vagy lehet, hogy éppen a harmadik lesz, most a második, ahogy látom, de nem túl nehéz, nem? Nem, egyáltalán nem lesznek nehezek, de ahogy az Balázs is mondta, egy bizonyos témakörhöz, ebben az esetben most egy személyhez fognak kapcsolódni, akikhez kötődik az egyik nyereményünk. Egyébként annyit el lehet állulni, hogy a brit főcserkészről van szó, akit nagyon sokszor láthattak már a kalandsportok kedvelői a különböző égi csatornák. Na itt szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Milyen szárnyas húsát fogyasztják hálaadás napján az Egyesült Államokban? Pulyka. Pulyka, így van. Júj, izgultam. De megvan. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés, dedikált Szatyorért vagy Egérrel átérzett. Milyen nemzetiségű a túlélő műsorairól ismert Bear Grylls? Hát ezt nagyon egyszerűen szoktam nézni, brit. Brit, így van. Van. Szépen mondta. A túlélés törvényei című műsornak. Túlélő mester. Legfontosabb, mert hogy csak egy műsorvezetője van. Bizonyám. Mehetünk tovább? Hát nehéz lesz a harmadik. Hát most ez kinek mi a nehéz, tudod? Komoly zenei kérdés, de hát... Egy nagyon triviális, komoly zenei kérdés.
lehet, hogy ha a tök hülye vagy a komoly zenéhez, bocsánat, akkor lehet, hogy ez neked nehéz, aki szereti, annak könnyű, tehát ez nehéz eldönteni. A témakör komoly zene. Ha úgy érzed, hogy komoly zene nem, akkor inkább állj meg. Próbáljuk meg, ezt szoktam hallgatni, de majd meglátjuk. Próbáljuk meg. Így szól a harmadik kérdés Zsadikát sapkáért. Melyik zeneszerző komponálta a Négy évszak című zeneművet? Vivaldi. Ennyi! Jó vagy! Hát talán miért volna, hogy összebummoztam volna. Bummoztál volna, de nem kell, megvan a plusz ajándékcsomag, és megvan a Morning Show-s ajándékcsomag is. Jó, köszönöm szépen. Küldjük neked. Mondjad, még hallom, hogy mondani akarsz valamit. Ja, nem. Figyelj, ja? Milyen ajándékcsomagok ezek? Meglátod majd, jó? Mindjárt megmutatjuk a reklámban, jó? Jó, nagyon, jó. Nagyon szépen. Mindjárt megmutatjuk. Ciao, ciao. Sziasztok, hello. Hello, hello. Ez volt a Hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel jönnek a hírek, aztán itt vagyunk. 4:10 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, hétfő van, de itt vagyunk. Hát ebben nem volt több. Nagyjából itt tudom ezt ki. Van, de azért nem tudom feled vitatkozni. Mindent elmondtam. A hétfő van, hát sajnos igen, ezt mindenki érzi. Itt vagyunk, azt is mindenki érzi. Igen, legalábbis aki minket hallgat. Viszont süt a nap, hát nézzük a jó oldalát a dolognak. Plusz 3-4 fok. Enyhe december, hideg március. Óriáti. Ilyen az összefüggés. Semmi. Hétfő van, de bejöttünk. Enyhe december, hideg március. Jegyzetelsz? Persze. Sok éves átlagot próbálok mondani, mindig ilyen locsogós, ilyen 10 fokos december, és amikor már azt gondolod, hogy mész ki, meg már jönne a tavasz, mert nem tudom, akkor meg bejönnek a szakadó hóesések. Általában mindig 10 éve ez van. Kezdesz Erik anyjához hasonlítani. Erik Erenyákhoz? Nem, Erik anyjához. Ja, Erik nem anyjához. Bánnak annyira, de sajnos igen. Még nincs hajó mellem, mint Erik Erenyáknak, gyerekek. Nem, Erik édesanyjához, aki ilyen bölcsességeket szokott mondani. Hideg vagy milyen december? Ennyi december? Ennyi december, igen. Na, Késmárk utcán van egy trafink. Küldte nekünk valaki, aki nem írta alá, de mindegy is, köszönjük szépen. Hello, a 4-es úton lavina akció Szolnok Monor között, üdv EP. Elindultak újra? Hát ezek szerint. A lavina kirajzott? 4-es út Cegléd előtt a 4-sávos Amerika Szolnok felül érkezőket üzeni Maja. M0-ás Diós 11-es kilométer, M5 felé baleset, 1 sávra szűkül a 0-ás, ezt Viktor küldte nekünk. Valamint a Bogdáni út Árpád híd felé katasztrófa, és épp egy kamion ütközött egy BMW-vel. Mindenki kerülje el, ha tudja, a Szentendrei utat befelé. Ezt Andi küldte nekünk. Na, egy-két SMS még csak, hogy mennyire megy a gyűlölködés, illetve nem is, meg mennyire megosztó ez a történet, amiről beszéltünk. Ugye Erős Zsolt özvegyével beszélgettünk Hildával, aki az Alpokba megy mászni december végén, és itt hagy két gyereket 4 napra ugyan, de a tények ismeretében sokan azt gondolják, hogy talán ez felelőtlenség, és máshogy gondolkodnak, mint szülő. Nem akarunk ítélkezni, nem mondunk semmit, én csak kérdezek, ti nem könnyű kérdésekre kellett, hogy válaszoljatok, de nyilván szülőként az ember így vagy úgy gondol erről a dologról valamit, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy te mit tennél, ha mondjuk a saját gyereket kérne erre vagy arra. Balázs, én megértem a Hildát neked, és hányan mondták már, hogy ne folytasd a Wundersönt, és mégis. Köszönjük, igen, János nevében is köszönjük szépen. Igen. Nagyon felelőtlen, írja ezt valaki. Vagy aki kicsit durvában fogalmaz, ez a nő simán orvosi eset. Ezt úgy hívják, hogy adrenalin függőség. Nem számít neki a gyerek, és ráadásul meg is magyarázza. Ezzel nyilván mi nem értünk egyet, de érdekes, hogy milyen vélemények vannak. Hát beolvasom, nem számít neki a gyereket, így mondjuk ismerősöként, hogy kikérem magamnak, tehát nem számít neki a gyerek, szégyeld már magad. Hogy lehet ilyet mondani, megírni. Jó, én értem, nem kell ezen szerintem felidegesíteni magad, de megértem. Nem, különösebben csak hát azt mondja, hogy... Igen. A hegymászás nem veszélyes, bezeg, amikor én megyek pecázni, mikor harapnak a halakna, az igen. Írja egy hallgató. Egy vérponty, persze. Szerintem mindenkinek megvan írva a sorsa, kinek mennyi. Ha nem a Himaláján, akkor egy autóban, vagy bárhol máshol. Ez van, és nincs mit tenni, üzeni Zsóka. A természet szépségét itthon is meg lehet mutatni a gyereknek, és nem nélkülük, hanem velük együtt. Ha nem tudnák kirehagyni a gyereket, akkor is mennek, kérdezi egy hallgató. Hasonló élethelyzetben vagyok, és a gyerekek nem kérnének ilyet, hogy ne menjen az ember. Például barlangba, mert ők is szívesen csinálják. Én sem megyek be veszélyesnek tűnő helyekre, 3 gyerek vár haza, Hilda jól csinálja. Írja Zitam, ez nyilván egy másik vélemény. Nekünk 3 sportársus barátunk halt meg az Alpokban, barlangászásból jöttek le a hegyről, és elsodorta őket a lavina Olaszországban. Ugye ez is milyen érdekes. Hogy ilyen hozzászólás is van, igen. Milyen érdekesek az emberek, ha valaki összeesik az utcán, simán elmennek mellette, de ilyenkor megint megy a gyűlölködés, üzeni nekünk Edit. Igen,
Hát, érdekes. Ez azért foglalkoztunk velem. Érdekes egyébként. Máshogy gondolkozik János is erről, máshogy gondolom én is ezt a dolgot. Te valahol kettőnk között vagy, nem, Feri? Mint szülőként az ember mit tud csinálni, vagy mit tehet. De mindenképpen van vélemény. Na, olvastam valamit, tehát mai bulvár újság. Ezt nem hittem el. Kicsírázott a pitypag magja, sőt, 2 centiméter hosszú szárba is szökkent egy 16 hónapos kislány hallójáratában. Ó, oh, ez vidám. Ez hogy történik, hogy egyszer csak már azt mondod, hogy nézd, pitypag, fújd el, és a gyerek füléből nő ki? Hát akkor már vársz, ugye, hogy meddig fejlődik. Mert nyilván meglátod először a csírát, azért az gyanúsnak kell legyen, hogy egy zöld csíra nő a 16 hónapos gyereket füléből, de akkor meg már megvárod, hogy pálmafa vagy pitypag. Hát szerintem érdemes. Érdemes így venni egy ilyen kis növényhatározat, és megnézni, hogy vajon mi ver gyökeret a gyereknek a fülében. És megvárod, amíg elvirágzik, lesznek a kis fehér akármik, és szétfújod a szobában. Mennyi ideig csírázik egy ilyen magocska? Körülbelül hetek alatt megérkezik a pitypag? Hát jó, meleg nedves hely, imádja. De hát ugye van egy korábbi fázisa is a dolognak, amikor ugye szép sárga virággá érik a pitypag, vagy másmilyen egy gyermekláncfű, és hát szerintem az a látványosabb része. Utána pedig, amikor már el lehet fújni, akkor, hogyha van esetleg több gyerek, akkor az ő fülükbe le lehet tovább fújni, hogy így szépen terjedjen. Nagyon szép egyébként a gyermekláncfű, ahogy kutya tej. Hogy került bele? 16 hónapos, hát akkor az ő már ugye járhatott kint, mondjuk, és beszállt egy ilyen, vagy belefújódott? Hát vagy beleszuszakolta. Azért a gyerekek ide-oda eltesznek időnként ezt-azt. Igen, hát valószínűleg bepróbáltam. Megnézte, hogy befér-e, és befér. És befér. Nagyon jó. Én már csíró ezzel a zöld borsóról is hallottam. Így van, meg bab az orban. Babot szoktak gyerekek föltenni. Igen. Neki az, és utána nem szól, mert érzi, ki hogy rosszat miért csinál. Tarkát, lóbabot. Fény kell, vagy sötét kell, mi kell a csíráztatáshoz? Sötét, meg meleg. Nedvesség, meg meleg. Fény, nem? Hát az orvos, annyi sokat feküdt a hasán, vagy a hátán, bocsánat. Mit tudom, és a bazsalikom nőtt volna a gyerek füléből, akkor megvárom, hogy tudok belőle szakítani, tehát akkor simán megvárod, nem? Hát persze, hogy minden megvárom. Főzésnél azt mondta, hogy gyere. Picit tészta, fokhagyma, olívaolaj, rász, jó ide. Viccelsz, hát persze, hát azt is tudjuk, ugye, hogy például nedves, azt mondja, hogy mivel is nedves vattában lehet babot csíráztatni, érted? A gyereknek olyan szép haja van, sokat vizes, be lehet belevetni egy pár babot, nem? Ennyi. Simán. Igen. Csak meleg legyen. Na mindegy, nem is erről akartam beszélni. Hétvégén láttam egy filmet, illetve nem láttam, csak belenéztem. Illetve nem néztem bele, csak mesélte valaki, hogy belenéz. illetve nem is mesélték, csak olvastam, illetve nem is olvastam, csak valaki felolvasta. Igen. Láttátok ezt a nagyon szörnyű Gyakornok című filmet? Nem. Nem? Nem. Sorozat? Nem, hát ezt moziba játszották, és megvan nekünk, hogy nem. Hirtelen. És társaságban voltunk, mindegy, valaki elkezdte nézni, vagy belenéztünk ki pendrive-ról. Ez arról szól, hogy milyen munkahelye Google. Aha. Fölvesznek két rettenetesen rossz film, de mi már egyszer ezen hónapokkal ezelőtt foglalkoztunk, hogy milyen extra szolgáltatásokat tud nyújtani egy munkahely, és most tulajdonképpen ezt filmesítették meg, hogy két idős pali bemegy a Google-ba dolgozni. És valós a történet abból a szempontból, hogy olyan dolgokat tettek bele a filmbe, ami a Google-ban valóban van. Illetve, tényleg úgy néz ki, hogy játszótér és pihenőszoba. Tényleg úgy néz ki, egy-két dolgot ott is forgattak bent a Google munkahelyén. Hát figyelj, így elgondolkoztam. Váltasz? Nem vagyok elég okos oda. Meg nagyon sok a fiatal, meg ott már 16 évesen szinte idősnek tűnsz. De azt nem hiszed el, hogy mik vannak. Vagy hogy miket lehet csinálni. Például Google-nak a büféjében, vagy hát egy több 1000 négyzetméteres helyről van szó, van londoni irodájuk, amerikai irodájuk, van kulináris bolt, nem is egy több, ahol az összes dolgozó, és ez benne van a filmben is, vásárolhat. Vagy kiküldhetsz magad helyett valakit bevásároltatni, a cettid alapján megveszi a dolgokat, ingyen teheted mindezt meg. Hogy ingyen vihetsz, ingyen vihetsz bármit, bármilyen cuccot vásárolhatsz a Google-on belül, az amerikai Google-nak a bázisán bármit megvásárolhatsz ingyen. Ingyen van a kaja. 30 ezerért veszek akkor is? 30 ezerért, 30 ezerért, ingyen van a kaja. Van egy olyan tér, ahol a tér közepén egy csúszda van. Ott szabadon csúszdázhat. Az alkalmazottak lecsúszhatnak. Lehet Harry Potteres csikesz elkapót játszani. Nem hiszed el, hogy mik vannak. Emberek seprűre ülnek, a csikeszt egy élő ember alakítja, az élő embert kell megfogni, és a többi Google alkalmazott seprű rohangál. És úgy próbálják elkapni. Nem irigylem tőlük. Ahogy belépsz, ott van egyből egy ilyen kulináris jellegű bolt, amit eszel, iszol. A csapatjáték például az ismerkedéssel van. Tök jó. Tehát nem az a hello-hello. Mi van? Hello-hello. Tehát csapatjátékokat játszol a Google-on belül azért, hogy te ismerkedjél.
Mondjuk meglepődnék rajta, ha rá tudtál volna fűzni erre a játékra, mondjuk a legutóbbi karácsonyi partinkon a gokártozás helyett. Na Balázs, itt a seprűdés, akkor ő lesz ott a csikesző. Tártikuszt úgyis ismeritek. Na, próbáljátok meg elkapni. Hát így azt nyilván valahogy, nem. Srácok, most már tényleg... Hát de hogy máshogy? Hát nem így? Nem, hát most itt kikiáltva nem. De ha van egy jó csapatjáték, abban mindenki részt vesz, tehát azok szerintem nagyon jók. Igen, egy jó végpörgetésben, én is benne lettem. Miben? Más, egy jó üvegpörgetésben, de hát itt... De most nem csak erre gondolok. De ezek szerintem tök jó ötletek. Ruhatisztító működik a Google-ban. Van egy kis fakkod, ezt is megmutatták a filmben. Van egy kis fakkod, ahol beteszed a ruhádat, elviszik, kimossák, visszahozzák. Nem kell semmit csinálni. Na, ez jó, ez szimpi. Hogy azért, hogy hol tartunk ehhez képest? Ez szimpi. Nem? Ez jó. Az én fakkom úgyis mindig üres, majd belerakok egy kis szennyest. Az Ákos tökre fog neki örülni. Hát igen. Minden ingyen van a cégen belül. Minden. Amit eszel, iszol, amit vásárolsz, amit csinálsz, szabadidőt kapsz. Van egy olyan rész a filmben, ami arról szól, hogy mennyi szabadidőd van. Nincs kötött munkaidő. Aha. Tehát bármikor mehetsz be, bármikor jöhetsz ki. Az a lényeg, hogy megcsináld meg. Az a lényeg, hogy kreatív tudjál maradni. De mindenkinek egy nap ki van adva, hogy mennyit tud mással foglalkozni, saját projektbe mennyit fektetett. Csinálhatsz mást a munkahelyeden belül. Nem is kell 8-tól 5-ig bent lenni? Tehát mész 11-re, 2-kor végeztél, mész haza. Igen, mondom, hónapokkal ezelőtt erről már szó volt, csak akkor kicsit olyan leírtak tűnt a dolog. A filmben benne van gyerek megőrző. Azért mit szólnának, behoznám a gyereket, hogy foglaljátok már le, mert nem tudtam hova tenni. Nem? Kis stúdióba tegyünk be. Ide a kis stúdióba berakni. A gyerek megőrző működik például, szenzációsan csinálják. Ez jó, ez jó. Azért szimpatikus egyébként nagyon a dolog, mert ezek szerint vannak olyanok, én nem tudok ilyen sok munkáját Magyarországon, itt nagyon közelbe se, ahol mondjuk a profitnak az egy részét így visszapörgetnék azért, hogy mondjuk az alkalmazottak jól érezzék magukat a bőrükbe, és szívesen járjanak be dolgozni. Hát nyilván ennek az egésznek ez a célja. Nem ez a célja, az a célja, hogy jól érezze magát, és extra profitot termeljen. De ugye ő jó szívvel fogja megcsinálni a dolgozó, mert jól érzi magát. Tehát, hogy ez nem kidobott pénz, ez vissza fog jönni a Google-nak. Csak közben a dolgozók meg nagyon jól érzik magukat. Hmm. Próbáltunk a hétvégén azon dolgozni, hogy a Google-tól nyilatkozom valaki, csak nem lehet. Tehát van kint ember, aki ott dolgozik egyébként, de minden részlegnek megvan a feje, hogy csak is az nyilatkozhat. Tehát, hogy nem sikerült azt, hogy leszervezni hirtelen. Aha. De például magyarok is dolgoznak az amerikai Google-nak a bázisán, és nem nyilatkozhatnak. Tehát minden osztályból egy ember nyilatkozhat csak. Akkor is, ha feletes engedélyt. Tehát ugyanakkor egy baromi profi. De ő nem akar eljönni, onnan gondolom. Ugye? Nem, ezeket mind megerősítette, mert utána jártunk annak, hogy tényleg ezek léteznek-e. És azt mondta, hogy egytől egyig. Tök jó. Egytől egyig. Azt ő még hozzátette egyébként, hogy tánc tanár is van próbateremmel. Tehát, hogyha te el akarsz menni például táncolni délután 2-kor, akkor téged ott vár egy 0-24-ben kifizetett tánctanár, és el tudsz menni. És ezt ő mondta el, hogy ez létezik, csak nem nyilatkozhatod. Ez egy szenzát, nem hinnénk el, hogy mi történik, vagy hogy történik. Igen, mások a módszerei. Tehát ott másképp próbálják megakadályozni azt, hogy elhagyod a munkahelyedet, vagy hogy ne is akarja egyáltalán. Nálunk meg ugye vannak rácsok az ablakon. De egy kreatív munkahelynek nem ez lenne például a lényegem? De. Kicsit nyilván minden munkahelynek, de hát azért egy ahol például kreatív munkát csinálsz, hát ott pont ez lenne a lényeg, nem? Tehát itt a gyerek megőrzőtől kezdve a bevásárlásontól a szennyesen keresztül tényleg ez az összes csak erről szól, hogy legyen egy olyan érzésed, illetve hogy ne terelje el a munkádról semmi a figyelmedet, mert egész nap azon gondolkodsz, hogy hazamész, ki kell mosnom, ki kell teregetnem, el kell hoznom a gyereket az óvodából, egyébként meg jó lenne bevásárolni is valahol, de úristen, ezt a három dolgot hogy fogom tudni együtt megcsinálni, és egész nap ezen stresszelsz. Ott meg minden. Ott meg azon a munkahelyen gyakorlatilag mindent egy füst alatt el tudsz intézni. Mindenki jól jár vele. Mondjuk, ha sírós a gyereked, akkor a fegyver is lehet, hogy áthívjuk itt a szomszéd szobában. Ja, igen. Vagy hogyha van konkurensed a cégen belül, akkor... Igen. Oda küldöd a síros gyereket. Jó, meg hát ne felejtsük el, hogy azért itt a magyar cégek x% a veszteséges papíron, ugye? Tehát, hogy itt nem tudod ezt megvalósítani, mert akkor megkérdezik, hogy miből tettél te csúszdát oda, ha közben a céged veszteséges. Azért a Google, amikor kifizeti az osztalékot, azért ott nem... Nem azt mondod, hogy sírnak a tulajok. Igen, amikor a tulajoknak osztalék fizetés van, akkor azért látod a számokból, hogy nehezen lehetne megindokolható. Éppen most repülőteret építenek a Google fölhadiszállása mellé, hogy a tulajoknak ne kelljen a repülőtérről állandóan bemenni, ugye a bázisra, és ezért egy olyan helyre költözik a Google, vagy már költözött a repülőtér. Aha. A jeteknek egy kis leszállópálya, szerényen, hát most... De azzal, is, hát, azzal olyan könnyű leszállni? De időt takarít, megért, tehát hogy nem kell elmenni a reptérig. Rögtön ott van. Igen. Na, van egy hallgatónk, aki azt mondja magáról, hogy ha nem is ez, de hasonló körülmények között dolgozik itt Magyarországon. Gyula, hello, jó reggelt kívánunk neked!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hello, hasonló körülmények? Ezt tudod mondani, ha nem is teljesen Google szintű, de hasonló? Igen, most itt a jetlag szállópályánál kicsit elbizonytalanodtam, de... Még hova fejlődni? Te mit alkalmazott vagy, mint akár tulajdonos vagy igazgató dolgozol ebben a cégben? Én technológiai igazgató vagyok ebben a cégben, de hát többen magammal egyben alkalmazott is. Uh-huh. Ez a melyik cég? Ez a Ustream. Ustream, hát ezt ugye mi is sokszor egyébként használjuk, igen. Na, mi van nálatok, ami ott nincs, vagy ami már olyan kezd lenni, mint kint a Google-nál? Leadtad-e már a szennyesed már? Igen, voltál-e már szalszázni? Szalszázni még nem, de van például helyett a bokzsákunk, ingyen túrógói, van biciklitárolónk zuhannyal, hogy az ember beteker, akkor ne kelljen izzadtan leülni a másik mellé dolgozni. Kis lépés, de hogy azért ezek kezdenek hasonlítani. Hát, mi ennek nagyon örülnénk. Nagyon. Igen? Mármint a biciklitáról. Igen, a biciklitáról a zuhanyzóval. Igen. Ezeket ti tudatosan alakítjátok így, Gyula, hogy a munkaerőt ösztönözzétek, hogy jobban érezze magát a munkahelyén? Tudatosan, és persze mi magunk is szeretnék magunkat minél jobban érezni, nem vagyunk kivétel ez alól. De ahogy ti is mondtátok, a kreatív munkának meg kell teremteni a feltételeit. Tehát egy fejlesztőt, egy kreatív embert nem lehet arra kényszeríteni, hogy most jusson eszedbe valami nagy ötlet. Olyan helyzetbe kell hoznod őt, hogy eszébe jusson, hogy legyen hozzá kedve, és akkor majd megtörténik ez. Hm. A túrólódi automatát például nem értem. Tehát, hogy valaki szereti az igazgatóságból, vagy ez inkább egy gesztus, gondolom, nem? Én úgy veszem észre, hogy szinte mindenki szereti. Aha. Csak inkább arról van szó, hogy mondjuk délután fél öt van, az ebéd már odébb van, egy kicsit megéheztél, úgy ennél valami kis apróságot, és akkor úgy adja magát, hogy akkor oda sétálsz, kiveszel egy túrórudit, persze ez ingyen van a dolgozóknak, és akkor visszaül, megeszed, és ez úgy pont elég. Uh-huh. De ingyen étterem még nincs, nem? Étterem még nincs, gyümölcs van és túrórudi. Egy meleg konyha üzemeltetés, ez egy kicsit összetettebb dolog, úgyhogy ezt inkább kafetériával oldjuk meg. Azt olvasom, hogy látok, gördeszkázni is lehet, ez igaz? Hát lehet gördeszkázni, persze. Annak szerencsére nem kell tároló. A srácok le is szoktak menni a mélygarázsba, azt használni ilyen alkalmi gördeszkapályának. Nyilván van, aki azzal jár be, van, aki biciklivel. Mindent igyekszünk támogatni. Jó, hát a legtöbb magyar munkája még azt sem engedik, hogy az ember rádiót hallgasson. Ezzel futottunk abba bele, hogy valahol szólt a rádió, és jött a főnök, és vagy kirúgta az embert, vagy le kellett tennie a telefont, vagy kikapcsoltatták vele a rádiót. A mélygarázs az már csak a ti mélygarázsotok? Tehát gondoltok már arra az időszakra, amikor már gördeszkös biciklijét mindenki Ferrarival fog bejárni? Vagy ez egy közös nagy mélygarázs valamelyik másik céggel? Ez most egy közös más cégekkel. Na, majd kivásároljátok őket is. Előbb-utóbb. Igen. Mi az, amit meg akartok valósítani? Van olyan, aminek mondjuk még az alkalmazottak örülnének? Vagy szívesen megcsinálnátok? Fú, te egészen vad ötletek annak. Ennek egy nagy része már meg is valósult. Például egyszer bedobták, hogy legyen egy akvárium, amiben folyami rákokat tenyésztünk. Nagyon nagy ötlet. Némi utánjárás után elkészült lelkes kollégák segítségevel. A legutóbbi ez egy bokszsák volt, úgyhogy most van egy baromi nagy bokszsákunk a játékszobában. Ezek azért még nem tűnik annyira nagyon durvának, tehát azt hittem azt mondta, hogy egy helikopter leszálló, vagy mit tudom én, csúszda, vagy Harry Potter élő csikesz labdával, amit a Google-ban van. Még egy bokszsák, hát annak van hangulata. Az ember át tud menni. Kötetlen a munkaidő nálatok is? Tehát amikor bemegy, akkor dolgozik, de nem szabjátok meg, hogy kimenj, csak a lényeg, hogy kreatív legyen? Így van, az eredmény számít. Nézd, egy fejlesztő úgyis egész nap a gép előtt ül, és ő maga fogja eldönteni azt, hogy éppen mivel foglalkozik, úgyhogy nincs értelme nagyon nézni azt, hogy az eredmény számít. De egyébként így szokott lenni olyasmi, hogy például valamelyik kollega alkotói válságra hivatkozva azt mondja, hogy hétfő, szerdán, pénteken vizes pólós mellszélségverseny, esetleg sokat hoznak rá kreativitásomon, vagy egy csocsóasztal. Tehát ilyenek vannak, hogy valaki benyögi, hogy nem megy neki a munka, mert hiányzik neki az otthon jól megszokott. Ez meg az? Nézd, kreatív emberek vannak, hogy nyilván kreatív válság, és nem mi dolgunk azt, hogy ezt minimalizáljuk. Például a csocsóasztal már most is ott van, hogy bizony van, aki egy órára elmegy csocsózni, és ki csocsózza magából a problémát, aztán visszajövés megoldja. Jó, nálunk mi van? Na, mert ezt megbeszéljük utána. Nem, hát, most el tudunk intézni magunknak valamit. Ami nincs, az nyilvánosabb. Igen. Jó, irigykedünk, jól hangzik. Jól hangzik egyébként, jó lehet nálatok. Köszönjük, hogy elmondtad ezeket. Köszönöm szépen. Köszi, ciao. Hello. Na, de akkor vannak ilyen magyar munkahelyeket, ez jó.
Egy csocsó, azt megy meg kell egy csocsó, akartok csocsózni? Nem. Nagyon szeretnék. Igen. De, de hát fiam. Na így vegyél, mert most azt mondom, hogy eszek nektek egy csocsó. Nem. Köztünk van egy látszólagos ellentmondás, az nem akadálya annak, hogy vegyünk egy csocsó, azt Ferinek kell, akkor csocsózzon ő. Nekem kell, még néhány kollégával játszani. Átéred az asztalak mind a két végét. Én tudok egyszerre is játszani, persze, saját magammal. Na, csocsó asztal legyen, jó, egy. Jó, de igen. Úgy lesz, hogy pénzes lesz, és én fogom. Szépen dobálod be az 50-est, aki játszani akar, rákopok kettőt az 50-essel a csocsóasztalra, hetente egyszer ürítem. Hm? Jó. De az úgy hamar visszajönne az egy ára. Egy darts tábla, vagy nem tudom, egy bowling terem, az nem, az nyilván nem fog összeérni. De ilyen apróságok azok lehetnének itt is. Tök jó lenne. Mondják, hogy van egy hasonló cég, mint a Google, őket megkerestük, de nem nyilatkoztak egyébként. Tehát próbáltuk, igen. Uh-huh, igen. Hasonló, mint a Google, hasonló állapotok is vannak, próbáltuk őket megszólaltatni, van ingyen kaja is, igen, tudjuk, de nem akartak nyilatkozni. Hát, rájuk is kíváncsiak lettünk, hogy mondják el. A marketing még nem az erősségük, nem érthetnek mindenhez. Igen. Nézzetek utána a Prezinek. Magyar cég hasonló, mint a Google, csak ezért olvasom. Köszönjük szépen, de sikerült ennek utána nézni, csak nem akartak nyilatkozni. Na jól van. Megmutatjuk a nap legjobb pillanatait mindjárt. Jó, ezzel jövünk, egy pici reklám, és itt vagyunk már is 9:30 múlt, pontosan 5 perce. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva, csak egy-két SMS a témánkhoz, hogy itthon milyen munkahelyek vannak. Mi már annak is örülnénk, ha lenne meleg víz a penésze zuhanyzóban, és nem vibrálna a neon. Jó, ez... nektek van zuhanyzónk, nekünk még az sincs. Igen, nézzük a jó oldalát, Attila írt a Sopronból. Az előző munkahelyemen nem volt fűtés, és kb. 250 emberre jutott 5 WC. Na, az milyen? Igen, ez is egy másik SMS. Magyarországon az egész háztömbnek vinnék a kaját eladni, ugye, ha valaki a Google-ben dolgozna. Az egész család a Google-nél moshatná a szennyest, és bevezették a csúszdaadót. Igen. A mi munkahelyünk nem ilyen. Egyszer bevittünk egy rádiót, amikor a főnök meglátta, 3 centis darabokra verte szét üvöltve. Jézusa. Egy picit még azért itt vannak lemaradások, nem? Uh-huh. Munkahelyfrontom. Igen, ők még ilyen, ezek a főrök igen munkatáborként képzelik a saját munkahelyüket. Igen. Nem egy kreatív helyként. 10 perc, pontosan 10 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk egy friss közlekedés híre. Lavina Szeghalomban. Trafi békésebb a felé a vasút előtt és a Kagylós kút után is. Körülbelül 1 kilométeren belül 2 trafi. Csabesz küldte nekünk ezt. Köszönjük szépen. Úgy látszik, akkor újra élet a lavina hadművelet, és újra kirajzottak. Csabi, hello, jó reggelt, hello. Szevasztok. Hát itt van ez a megkedítsérjelek. Jó, legalább nem most már tudjuk, hogy mit csinálsz a Szabi dal. Igen, ugye, hogy rákészültél a műsorra, ügyes volt tegnap este, igen. Csabi. Nagyon ügyes, szépen köszönöm. Tényleg. Igyekeztem, meg hát jó társaságban tudod. Jól, nem még írtam utána neked esemes, és tényleg jól toltad. Igen? Éppen mentünk hazafelé a nullásom. Ügyes voltam. Ugye utána beültünk a Rómeóval az X-faktorra, még azt is megnéztük, és éppen hazafelé tartottunk, amikor írtad, hogy... Ugye, el kell, hogy mondjam, mivel ez egy ilyen kísérleti műsor, mi is egy csomó mindent próbálgatunk, a konferencia szerepét azt úgy találtuk ki, amit tegnap te voltál. Aha. Ezt tök komolyan mondom. Tehát mi ennek álmodtuk meg, hogy itt van egy ember, aki kicsit kikiáltó, aki kicsit beszólogat, de konferál, de lezárja a blokkok végét, ő jön vissza a blokkok elején, tehát ez lett. Aztán ezt nyilván a meghívottak valamikor jobban vagy rosszabb, bocsánat, Dombi, Boros, mindenki, mikor Virág kevésbé talán. De egy alapjában te személyesítetted meg azt az embert ebben a műsorban, amit mi mindig is akartunk, mert így képzeltünk téged. Ezt tök komolyan mondom. Az a baj, hogy most szombaton nem érek, nem, mert megyek a koncertre. De egy utolsóra még eljöhettél volna egyébként. Tehát az utolsó nagy jubileumi lezáróadás ennyi hosszú idő után. Jubileumi? Gyerekek, jubilálunk, 9. záróadás. Hát nem rám fogjátok, hogy ahova én beteszem a lábam, az megszűnik. Persze. Nem, de tényleg ez lett volna a cél ezzel a konferenciéval. A konferencia, aki nem műsorvezető, de beszól, de ott van, de konferál. Úgyhogy nem, tényleg tök jól osztad. Jó hosszú felvétel volt, hát ez szegény. Ez ilyen hosszú? Nem. Hát, hogy 8-ra végzünk, te ezzel a 9:45 délután 4-től vettük az adást, rengeteg minden kimaradt belőle, azért ezzel belenyúltál. Tehát egy Danny komplet trükk kimaradt például az egyik, a Danny Blue-tól. Olyan trükköt csinált, hogy csak találgatni lehet. Ez valószínűleg fel fog kerülni egyébként a honlapunkra. Igen, igen. Teljes terjedelmében ott, hogy meg lehet nézni. Igen, másfél óráig szárítottak legalább? Ja, hát igen, ugye nem is sorrendbe veszük. Miért vagy te ilyen halk? Nem tudom. Én már nem tudok semmi. Halk vagyok? De rettenetesen halk. Szerény lettél a Szabi alatt. mondjad neki. Annyira beszéljek a másikba, hogy jó ez? Ez így is halk. Na, figyelj, ez ennyit tudom. Másik? Ez pedig ilyen. Na. Mégiscsak ember vagy. Egy pici renoválás azért már újra férne. Szóval...
Igen, hát azt a madaras párbajos sztorit utána, ilyen technikai dolgok, de utána vettük a stand-upot, tehát hogy igazából igen, ott volt egy fél órás, háromnegyed órás szárítkozás, de... És amikor mindenki azt hitte, hogy készen vagyunk, és megszáradtunk, akkor te úgy jöttél elő, hogy tulajdonképpen még tök vizes voltál. Az alsó gatyám át, és a gatyám is átázott, igen. Hogy csinálja a Dani azt a trükköt? Mondd meg nekem. Melyik trükköt? Ugye, egy csomó mindent tudok. Egy az kimaradt, arról ne beszélj, mert azt csak mi láttuk, viszont volt egy azt, gondolj egy lapra. És gondoltam a körbubira. És elővett egy pakli kártyát, az összes kártya fölfelé nézett, és az, amire gondoltam, a körbubi, az ment lefelé. És tudod, engem nem lehet megvenni, hogy Bali, gondolj már, majd mondtam, hogy Dani, hagyjál már, hülye vagy, de hogy gondolnék, mert engem nem vezetsz. Hogy csinálja? Azt hogy csinálja? De az összes lapot megnézted egyébként? Nem nyúltuk végig hozzá a kártyához. Az egész kártyát, hogy hát nem, hiába, miért nem az összes, lehetett. Akkor körbubi nem. Volt az összes nem. Lap, azt honnan tudta, hogy olyat kell behozni, ami körbubi? Na de, és ha igen, ha az összes körbubi, akkor honnan tudja, hogy nem azt mondtam neki, hogy a mit tudom én, a tref hatos. És hogyha két pakli volt, az egyik fölfelé, a másik lefele, csak ő azt mutatta meg. Tehát de ki kell választani az 52 lap van egy ilyenben, az 52 lap közül egyet, amire a Balázs gondolt, és az fordítva be kell tenni. Igen, de a Balázs megmondta, hogy a körbubira gondolt, igen. És utána mutatta meg, hogy igen, ez van fölfelé. Tehát lehet, hogy ő... Igen, ügyes, hogy akkor 52 pakli kártya van nála, és mindegyik tudja. Ugye a trükk lényege tényleg annyi volt, hogy gondolja egy lapra, gondoltam, elővette, és kihúzta azt a lapot. És mondtam, hogy ez volt az. És hogy nem tudhatta, és az egy pakli volt lefordítva, a többi az felfelé volt. Semmi. Szerencséje volt. Rohadt egy mázdista, mint te. Egy csomó mindent tudok, és igen. Szerencsés vagyok, bejött szerencsés neki, na bum. Én egy szerencsés ember vagyok, szerencsés ember vagyok, bam, nyakon is öntöttem magam. Néhány dolgot, trükköt szerintem tudom, hogy csinálja, de ezt még nem sikerült. Ügyes. De volt abban a pakliban valami patron, és az robbantott fel a poharat. Tuti. De az is jó volt. Az is jó volt, igen. De egyébként azt már ő elkezdte előkészíteni, hát mert amikor bejött, de már amikor bejött, akkor megfogta a poharat, és elkezdett rajta valamit matatni. Azt észrevettem. Akkor szóltam ugye rá először, hogy ilyen készletben ne lopd el. Igen, igen, akkor valamit föltett a pohár, amit azt megnyomod egy gombot, ez elpattant, valami rezgést hoz létre. Nyilván berezeg és szétviszi a poharat. Igen, de ügyes. De jól csinálta, ügyes volt nagyon. Jó, van, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. De nem annyira ügyes, mint te, Csabi. Nem, Csabi tényleg jó volt. Igen, mert tőled sokkal kevesebbet vártunk, és ahhoz képest. Hát tudod, hogy én sosem nyalereskedek, sőt, de tényleg jól toltad. Itt is jó voltatok rossza. Na, ettől már viszont annak nyalereskedésnek tűnik. Nem, ahogy ő mondta, ez nem dicsérő. Pedig te szép ajándékunk van el. Nem? A hívott szám átmenetileg nem kapcsolható. The number you have dialed is... Csúszdázik biztos. Csúszdázik, igen. Örültem volna, pedig egy lány lett volna a naphallgatója, de akkor mindegy is, hogy mit írt. Majd azért hívjuk fel, mert van külön ajándékám. Azt megkapja, igen. Pihentél, Csabikám? 3 napot pihentem, és aztán kicsit belehúztam a hétvégén. Ma, ezen a héten meddig tervezed? Tehát még holnap vagy szerdán mész el, vagy most mi van? Hogy tervezed? Még nem tudom, hogy alakul. Tényleg, ti mikor szentest észlek? 20-án? Már elkezdtük. 16-30. A lakás tulajdonképpen ez már nekünk a karácsony. De most még hány napod van? Körülbelül tudod? Vagy így 20-30? Ilyen szakmai titkokat nem árulhatok el. Zseniális a pali. A két ünnep között, ha jól tudom, akkor ti is pihenni fogtok. Hát na most a két ünnep között fognék gyorsan egy nap, tehát ez 2 darab munkanap azért, tehát vagy maximum 3. Jó, tehát van ott 2 hét így van. A karácsony körül, és a hátralévő Szabikat azt valószínűleg ott fogjuk kiírni. Aha. Garami kollega a legnagyobb örömére. De egyébként ilyenkor azt szoktuk csinálni, csak hogy ti is, meg a hallgatók is tisztában legyenek vele, hogy karácsonykor és szilveszterkor, tehát ebben az ünnepkörben vállalunk mindenki legalább egy shiftet. Tehát én 25-én például itt fogok ülni, és teljesítem a kívánságot. Rá fogunk jönni egyszerű trükködre, Csabi, szerintem egyébként arról van szó, hogy valamelyik fejlődő országban papíron örökbe fogadtál egy pár gyereket, azokat beírtad. Igen, és 70 nappal kezdesz januárban. Igen. Van, tanulnunk kell. Jó, van, remek zenét, Csabikám, ma is. És ráadásul hozom még Dérhenit is. Na, szóló. Szóló, hát ugye most a Sugarloafból ő kiszállt, és már előtte is próbálkozott ő szólóban, de ez az igazi szóló karrier kezdete, az Ég veled című dal, ami ugye lehet egy szerelemnek a vége, de akár szólhat a Sugarloaf zenekarról is, vagy a szakításról. De szép, meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig holnap. Szevasztok, szép napot, ciao.